kormány mögött, vagy kint az utcán. A Klassz FM-en. 6 óra, múlt pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello. Sziasztok. Jani, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, hűvös van, mindenki készüljön. Csípős az idő, 2 fokot tudtam mérni, eléggé csípős. De legalább száraz. Száraz, igen, száraz és csípős. Mint egy... Ne folytasd. Nem, jó. Köszönöm, hogy szóltál, de jó, hogy megállítasz, hogy az új Balázs teret nyerhessen a régi felett, és már nem mondjak ki olyan dolgokat, amit még ilyenkor 6 óra 2-kor simán kimondtam. Nehogy baj legyen belőle. Igen, nem, már nem éri meg, gyerekek. Na, szóval, hogy mindenki öltözön fel jól, ha valaki készülődik, még nyilván sokan a paplan alatt bújnak, egyedül vagy éppen kis apró párjukkal. De ne tovább. De ne tovább, elég. Megállítom. Ne tovább, én sem, meg elég is a bújásból, csak mondom, hogy hűvös van. Gyerekek, 2 fokocska. Még valami szálingózott, de nem valami hószerű. Ne, nem, még nem sajnos, de majd lesz. Rég esett. Régen is rövid ideig. Srácok, ne vegyetek kínai karácsonyfa füzért, jó, mert most látom, hogy egyébként a milyen kis már kiégett. És nagyon-nagyon-nagyon rossz kedvem lett tőle most, hogy láttam, azt hittem, csak nincs bedugva, oda mentem a fa mögé, és láttam, hogy be van dugva, a konnektorban nyilván van áram, viszont ezek szerint akkor kiégett az izzong. Ne vegyetek ilyet, jó? Légy. Lehet, hogy csak ez biztos. Megtorpedozzátok a karácsonyi feelinget. Nem nézted meg a biztosítékot, te olyan alapos fiú vagy. Aha, majd még biztosítékokat fogok itt nézni, de hogy valami nem smakkol, és hát szerintem. Szerintem nem gyullad ki, meg a nagyobb rossz, ha kigyullad, a kisebb rossz, ha kiég. Tudod, általában ezeknek a 80% vagy a 60%-a, az bedugott, fölmész a gyerekkel fürdetni, bárhova, kádba, és visszajössz, és nincs nappali, tudod. Nem is tettünk föl gyertyát. Nézd már, érzed ezt az éges szagot, anyjuk, hanem mi lehet az, ha valaki is malacot füstöl. Hát ezek meggyulladnak, tehát életveszélyünk, nekünk is van egy-két ilyen díszítés, de rettegek, tehát éjszakára sose hagyjuk égve, meg nappal is csak úgy, hogy ott vagyunk. Hát ezek már nem ez életveszélyesek. Jó kis békebeli, ilyen kis becsavarós, izzós történetek, hanem ismeritek, ez két oldal kis vékony kis részszál, és akkor persze lehet benne cserélni, de hát nem tudom, tehát hogy ezek ilyen nem annyira frankok. Köszönjük a reggeli jó tanácsot. De hanem most ezt komolyan mondom. Én hál' Istennek abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyrészt van a régi békebeli, tonnányi becsavarható kis izzó, valami, nem tudom mikor szereztünk be, meg hol, már csak fehér van belőle, de azok azok üzembiztosan működnek, tehát ott tényleg csak ennyi, hogy becsavarod. A másik meg egy kedves barátomtól, aki egy ilyen díszkivilágításos cégnél dolgozik, kaptunk ilyen ipariakat, amik ilyen Andrássy útra lettek tervezve, tényleg egyébként. És akkor benn van és a szoba sarkában a nagy, hogy hívják ez a ívesen meghajlított? Igen, és 250 méter van rátekerve, nem rövidebb, de az ilyen, az ilyen. Annak semmi baja nem lesz, az golyóálló, érted, atombiztos, bármi, meteor záporban is ugyanúgy működik és világít. Az a jó. Gond nincs, de ez a, üzembiztos. Ez a made in China, ez, hát én nem ajánlom senkinek. Na most én most vásároltam, azt mondja, mondom neked 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilyen függönyvilágítót, tudom, ilyen 1 méter széles, és lefelé 2 méter világító, hosszú. Nem gyújtó. Nem gyújtó, hanem világító, nagyon jó minőségű, nem kínai, darabját 10 000 forintért kellett megvennem. Mondjuk azt elkérték az árát. El, de érted, LED világítás, német minőség. Az mondjuk az jó. Ez volt, hát, megérik, azt mondtam, hogy nem... Nem kell megélni az asbesztapéta. Na várjál, csak mondom, hogy ebből 2 nem működött. Na, a rohadt életbe. És visszamitte meg a Keravilba? Nem, Keravilba az Rezdába. Ki is cserélték nagyon rendesen, csak hogy amikor nagyon sok pénzt adsz ki valamiért, német minőség, akkor is van benne. Akkor az elvárod mondjuk, hogy... Hogy legalább egy picit működjön, ugye? Tehát, hogy bedugodozhat, szóljon, őt föltettük, nagyon örült mindenki, de szépek vagyunk, hujujuj. Mondom, a tényleg szépek, csak a 6-ból 2 nem megy. Tehát, hogy az nem tervszerű, hogy azt nem dugtuk be, hanem tényleg bedugtuk, csak nem. És amíg funkítani akarsz otthon, tudod, elmondod te is, és akkor ugyanígy ez a reakció, mint Balázs részéről is, hogy 10 000 azért az apa az egy picit azért húzza. Jó, de német minőség, ezt figyel. Dynamo, te. Németül nem világít. Nem világít. Úgyhogy abban kemény. Is van ilyen. Az nem kevés azért, na, tényleg. Na, de inkább, mint hogy leégjél. Ja. Beszélnünk kell valamiről. Na, mondjad. Beszélni akarok a főnökeiddel. Az enyémekkel, melyikkel többen? Ott. RTL-ben? Sírtam tegnap. Mi volt? Ja. Megnéztem a Szulajmánt. Szulajmán, tényleg, várja. A egyrészt azt meg szeretném tőletek megkérdezni, ti, akik járatosak vagytok a szereplésért való pénzvilágában, hogy amikor egy csávó, aki főszereplője a filmnek, egész végig fekszik, mert kómában van, akkor vajon ugyanannyi gázsit kap, mint amikor szerepet játszik, mert Szulajmán maga
Így. Tényleg? Már a végét ez járja? Ez a szerepe, nem tudom, hogy ez most az a vég, vagy még visszatér. Így feküdt végig, ez az egyik. De nem ez a lényeg, hanem jön a reklámblokk, ami megszakítja az adást. Zseni, akinek tetszik a Szulejmán, az mosolyogjon. Fogkrém reklám, nagyon jó volt, ez volt az egyik, hogy ezért egy 5 pont. Az a nagyon másik, jó, olyan reklámot betenni, ami a sorozatról igen. szól kicsit, az igen. jó. A másik, személyesen Kolosi Pétert szeretném felhívni. Tényleg? Igen. Na, megadom a számát. Mit csinált? Reklámlátod? Persze. Felvett egy bolt csipkát és kézen áll? Majdnem. Hát ugye volt egy ilyen kis, hogyha jár, ilyen felzúdulás tavaly, hogy ugye sok a kedvenc karácsonyi filmre nem ment le a tévében, és emiatt sokan így kivertik a palávert. Ül a csávó egy asztalnál, előtte animált gyerekfigurák vannak. Besírsz olyan jó. Ami már gyerekfigurák, akik meg akarják lincselni Kolosi Pétert, aki enged a nyomásnak, az az utolsó mondat, hogy te vagy a főnök, el tud mindent intézni, piros telefon, jó, akkor menjen le a reszkessetek betörők 1-2-3. Tényleg egy ilyet leforgattam? Igen, jó pofa. Jó? Igen. Tényleg nagyon jó. Tehát nem ami, láttam, nem jó, nagyon nézek most semmi. Nem várnál. Nehogy ugyanaz legyen, mint a Szulejmán volt. Igen. Nem nyalizás, nem szeretem, meg nem szoktam. Ez a reklámlogban, vagy mint ajánló? Ez mint ajánló, de ez gyerekek 5 pontos. Tehát nagyon 5 pontos, akkor Kolosi benne imádtam, arra jó. Szóval ez a kettő, a Szulejmán mosolyogjon, aki szereti a Szulejmán, mondjuk én nem szerettem, de kényszerből megnéztem, meg kíváncsi voltam. De rá. Akkor már ott haldoklott, vagy pedig csak előre ittak a Zrínyi bőrére, és azért egy kicsit itt. Ő nem hal meg, nem? Vagy ott hal hát, dehogy nem. Ott hal meg. Meghal. De nagyon. Igen, de most még nem ott fekszik, hanem de valahol most más. Aha. Bekapott valami csúnya. Valami igen. Vírust, kis valami. Ennyi feleségem mondjuk nem csodálkozol. Aha. És akkor ott fekszik, és azon gondolkodtam, hogy jár-e vajon ugyanakkor a gázsi azért. Nem kell szöveget tanulnod, csak fekszel. Ahogy, mi hát több is. Hát nem könnyű feküdni azért. Hát, tudod, milyen fárasztó oda befeküdni, hát mindenkit jön, megy, te meg egész nap fekszel, hát nem könnyű az. Érted. Mert mikor halt meg, hogy halt meg ő az ostromnál? Igen. Hát ott igen. is pont így a múltba beszéltük. Így van, és ugye ki. Pont kiszaladt azért, a Zrínyi, és akkor egy dárdát döfött a... Nem. Nem. Valamit hogy hívják ott? Férenyet. Valami, és ugye nem mondták el a seregnek, igen. mert hogy akkor nyilván... Nehogy szétszíledjenek meg demoralizálja a sereget, és akkor később ott a szívét ott temették el, Szigetvárnál. De állítottak is egy ilyen kis templomszerűség, egy ilyen kis dzsámit, ilyen kis... Akkor valaki magára húzta a Szulejmán ruháját, és azt mondta, hogy támadunk, igen, és már nem a Szulejmán volt, vagy csak bámoztak vele már. Egy pasa. És néha így lebukott a fej. Szulejmán, milyen csöndes vagy Szulejmán. Szulejmán, ez az új műsorszám, mint a Hóbort a sétőjébe a bőrni. Ha szerinted támadjunk, bólincs. Igen. És hátul valaki megbökte. Jelezd két nemmel, ha ne támadjunk. Igen, és hátul valaki mozgatta. Na mindegy, az ötlet jó egyébként. Szeretik a népek, te. Szeretik. Hát nincs vele bajom, semmi. Jó, hát szeressék. Mögül nem egy pörgős műsor, de nyilván uh-huh. most a Szulejmán rajongók meg fognak engem ezért lincselni, de olyan párbeszédek vannak, hogy gülte maga, és akkor így vársz, míg az aga bejön. Uh-huh. Igen, Hürem asszony. Hürem, na ezt mondták nekem, igen, hogy úgy nézek ki, mint Hürem asszony. Tényleg? Te? Hát én vagyok Hürem csak nőbe. Hürem vörös. Mert hogy genyó, de mégis szerethető, nekem ezt mondta valaki. A karakterben igen, igen. Ezt tudod hozni. Igen. Hogy én vagyok Hürem. Mondom, figyelj, ki az a Hürem? Biztos miért sérteget? Teniszen mondta nekem valaki, hogy olyan vagy, mint Hürem. Mondom, szabadon tudom, hogy az előemlített urak, hogy hölgyek kicsodák egyébként. Kevésbé nézem, aztán elmondta, hogy a Szulejmánban valami nő, ő aki olyan ármánykodik meg. Hát igen, ilyen érdekes, ő ugye a Szulejmánnak az egyik asszonya, sok gyereket szült már az uralkodónak. Sok asszonya van? Hát figyelj, tudta, bizony, megengedi ugye a vallás, meg a múlt is, és akkor Hürem asszony egy ilyen nagyon, nagyon kemény. De egyébként ő volt az, aki végig vele volt, én utána olvastam Hürem asszonynak. Igen, ő volt számára a legfontosabb. A legfontosabb, és valami nagyon sokáig élt is még igen. az uralkodó után. Tehát ugye ez a történelmi vonat. Sok jó hírem megörvendeztette. Igen. Felséges padisak, jó hírem a mondjat, Hürem asszony, gülbabát várok. Igen, ez pontosan így zajlott ez a beszélgetés annak idején. Úgyhogy Hürem valóban egy ilyen kicsit reteg, de imádni való személyiség. Márhogy így személyiségben. Hát most nem akartam azt uborka lenne, az jobb lenne. Nem akartam ugyanazt hallott mondani, mint a Balázs. Hát tudod ilyet. Na jó, hát akkor ármánykodós. Érted. Pedig azért náluk a fürdőkultúra azért szerintem egész magas színvonalú. Nem retkes, reteg. Nem retkes. Hát ilyen ármánykodós, ja, rohadék. Azt, hogy kisebb látsz a szutyokból, hallod? Na, maga olyan retek. Látogass már el a közfürdőből, kérlek. Szóval nem egy pörgős a film, ha belenéztek. Aha, nem baj. Hát mondom így. Hát most már a kis időre én nem néznék bele. Nézd meg, szép. Nem, inkább a képes történelem, a török Magyarországon című epizód az inkább.
Viszont képzeljétek el, volt egy nagyon pozitív tapasztalatom, és ha már említettük az előbb Németországot a nem annyira működőképes villanyfűzérek kapcsán, hogy volt egy ilyen kis intéznivalónk, fel kellett hívnunk a berlini magyar konzulátust, és hát figyeljetek, azért hát azt azért kikérem magamnak, hogy oda telefonálsz valahol, elmondod a problémádat, átküldöd az adatokat, amik ahhoz kellene, hogy a problémát megoldják, az két óra múlva ott van már az e-mail a válaszsal. Ezek tényleg egy... Hogy azért elképesztő, hogy miért van az, hogyha például mondjuk Kőbányán szeretnék intézni magamnak egy bármilyen okmányt, ahhoz nekem előtte el kell mennem a postára, és vennem kell okmánybélyegeket, utána elmenni félfogadási időbe, de ha mondjuk csütörtökön nincsen félfogadás, akkor csak pénteken tudok, akkor húznom kell egy sorszámat, le kell ülnöm, és egy cirka félnapos, de inkább egy napos, hogyha pont akkor van ez a bizonyos kis pauze a félfogadásban, akkor inkább egy napos ügyintézéssel tudom elintézni, miközben mondjuk kitelefonálok valahova Berlinbe, és ott meg két óra alatt elintézik. Hogy van ez? Mit jelzte a német nagykövetségem? De nem ez a lényeg a sztorinak, hanem... De ebben azóta ezen gondolkozom, hogy mi lehet azok. Mi a francot csinálsz a német nagykövetségem? Viszont a közügy része az, hogy szerintem, basszus, hogy valahogy így kéne ebben az országban is intézni a dolgokat, nem? Tehát, hogy Nagykövetség is van ám félfogadási idő, tehát lehet, hogy úgy tudtál volna oda menni. Nem tudtunk oda telefonálni olyankor, amikor ott nem vette föl valaki telefont, és nem volt készséges, nem volt jó fej, és nem volt érted a végtelenségig együttműködő. Azért van, mert Magyarországról irányosztad a hívást és a vizet az e-mailt. Ha most itt kiköltöznél Berlinbe, igen, és onnan írnál akkor a kőbányai izébe, kormányablakba, vagy nem tudom, hol intéztél és mit, akkor ugyanaz lenne. Akkor ugyanaz lenne, tehát kifelé szél. Itt meg van egy hivatali út. Hát van egy hivatali út. Tudom, hogy teoretikus a kérdés, és nyilván nem tudunk rá válaszolni, de hogyha például napi rutin szinten kell neked mondjuk az ügyintézéshez okmánybélyeget vásárolnod, ezt miért csak a postán tudod megvenni az okmánybélyeget? Mert azt nem lehet csak úgy árulni. Tehát, hogy és miért nem ott, ahol azzal neked dolgod van? Mert nincsenek meg az adott feltételek. Tehát nincs zárható kazetta, tudod, ez a régi kis egykulcsos, hogy hívják, abba bele kell tenni az okmánybélyeget, annak van egy hivatalos kezelő embere, ezek nincsenek meg. De a postán megvannak. Hát most miért szabadítanak? De a legtöbb okmányirodában egyébként már van posta. Na? Aha. A legtöbbe. Legalábbis ott Érden a járási hivatal, hogy mi az ott ül a járási hivatal, és akkor egy ablakban ott ül egy néni, akinél fel tudsz adni csekket. Egészen kultúrát. Most láttam, mikor jogsit csináltattam, vagy nem tudom, egészen meglepődtem. De ügyfélfogadási idő, várakozás, tehát amit mondasz, az való, tehát az tökre így van, hogy bemész egy jogsér, és ott ülsz három napot idegélelemmel, mert tépsz egy a sarszámot, reggel 10-kor, és 2-kor nagyon zavarba jössz, hogy megszólítanak, hogy menjél oda a 6-os pulthoz, tudod. Vannak bizonyos esetek, amikor tudsz, hogy időpontot kérni, na, mi nem tudtunk időpontot kérni, és mondták, hogy hát sajnos okmánybélyeggel sem szolgálhatnak, menjünk be egy postára, és akkor vegyünk ott, és aztán menjünk be. De ahogy ugye ma nem tudunk, mert ma nincs fél, nem baj, mert holnap bementek. Érdekes a kontraszt. Csak mondom, egy kis tapasztalat. Jó, nyilván van egy B vagy egy C variáció, hogy én vagyok a hülye, de hogy ettől függetlenül persze. Tehát, hogy tök jó lenne, nem? Bemész valahova, és akkor ott meg tudod vásárolni ezt a nyomorult okmánybélyeget, ha már kell. Hát igen, nyilván kicsit túlterheltek, tehát a magyar-német nagykövetségre kevesebben mennek, mint mondjuk egy járási hivatalba. Tehát van, hiszen legalábbis én, amikor voltam ott Érden, ugye mi ott a járási hivatalok lettek, meg ezért, tehát szörnyen túlterheltek. Tehát nagy szívás. De valóban, az szörnyű. Tehát én előre reszketek, mikor lejár valamit, tudod, hogy meg kell csinálni, tudod, hogy heteket fog igénybe venni. Mire bemész, megküldik, kiküldik, fotót csinál. Már az is egészen kultúrát, hogy bent fotót lefotóznak, nem kell személyi képet vinni, vagy igazolványképet, beülsz, megcsinálják. Tehát már így azért haladunk. Akkor emlékeztek, hogy elmentél fotózni, csináltál igazolványt, és visszadobhatta a hivatal. Nekem volt olyan egy haverom, akinek vissza nem rakták bele a képét, mert mosolygott rajta. És mondták, hogy nem mosolygunk, szigorúan nézünk. Halálkomolyan. Ez egy hivatalos irat. És mondta, hogy de hát ez én vagyok. Igen, de ittem maga mosolyog, menjen vissza, hozzon új képet. Aha. Én jó, hogy már nem egy olyan képet hoz be, amin gyerek az biciklizi. Az is maga. Az vicces. Mondjuk az jó lesz. De hogy persze vannak pozitív példák is, amikor mondjuk Afrika előtt az útlevelet intéztem, az pikpak meg volt, tehát nem volt vele ilyen értelemben semmi gond. Meg, hogyha az embernek szerencséje van, és például egy ilyen kormányablakot kifog, valahol valami eldugottat. Valami, amit vagy kevesen ismernek, vagy kevesen járnak oda, és egy ilyet elcsípsz, akkor király dolgod van. Tehát, hogy akkor mázlid van, igen. Hát nekünk nem volt mázlid most.
minden nem lehet. De a másik vonal, azt mondom, jó parketta is, érted, most gyors ügyintézés, ja, mit akarsz? De hogy is, hát majd a jövő héten jönnek hét kijavítani, úgyhogy csak egy hete állunk miatt, de nem baj, nem érdekes. Na gyerekek, mi újság van a játékkal, hogy állunk? 2-1-re vezetünk, nagyon-nagyon jól, úgyhogy ma el is dőlhet, meg lehet még egy jó döntetlen, amiből holnap óriási csata kerekedhet ki. De szerintem nyerjük, és holnap már az ilyen lazázós péntek lesz. Jó, van, lehet jelentkezni játékra, 7:30 van pontosan, jó, úgyhogy elmegyünk egy picit hírezni. Ha valaki szeretne velünk játszani, akkor nyugodtan írjon SMS-t, kinek hogy indult a reggel, azt is elküldheti, mi a helyzet az utakon, mi a helyzet a MÁV-val. Mindenre kíváncsiak vagyunk. 6:30 van pontosan, jövünk Ákos hírei után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak. Itt vagyunk. És ha valaki azt írja, bableves csárdánál havazik. De szép neve van. Te jó, van ilyen? Vagy ez a Csabi írja. Bableves csárda, van ilyen? Egyébként a neve jó. Simán belefér. A neve jó, nem írta meg, hogy hol van. 8-as úton Márpalota előtt Veszprém felől a Molkútnál egy teherautó balesetet szenvedett. Két sávot elfoglal. Gábor küldi nekünk Csornán, mérik a farát felül érkezőket egy transzporterből, Csümegnél az út jó járható, hajóbonták találkozása tilos, 3-as karamból az M85-ös Kónyi végénél nagy dugó várható, és NS elkerülő Csorna felüli végénél van egy baleset torlódás is, lesz szép napot, ez pedig Rudi küldte nekünk. Többen írják, hogy nincs-e már okmánybélyek, szerintem igazuk van, és én mondtam hülyeséget, illetékbélyeket akartam mondani. Jó, bocsánat. Beszélsz itt felelőtlenül. Istenem. 6-tól fél 7-ig mindenféle dezinformáció. Van ilyen, hogy okmánybélyek? Volt, de most már nincsen. Viszont én nem okmányirodáról beszéltem, egy teljesen más jellegű hivatalról, de nem akarok jobban belemenni, mondom, az a része. Ne ezt halljátok meg belőle, hanem azt, hogy van, ahol mondjuk gördülékeny az ügyintézés, és van, ahol meg kevésbé. Mm-hmm. Na játszunk, jó? Nézzük meg, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Klau vagyok, Répülöpről. Szia, Klau! Szia! Klaudia, igen. Uh-huh. Anna írta, hogy nézzem meg a piros SMS-t, amit írtál. Klau, mi újság, mit csinálsz ma reggel? Én rovom a köröket itt a szobában, mert úgy izgulok, már szerintem a maratont le. Tényleg? Igen. És a pici mit csinál, alszik? Nem, kiált, hát ki is írdogál a járókába, majd közben kifutok megkeresni a Cumiát. Mennyi idős most, mit van, 7 hónapos? 7 hónapos lesz 18-án, hát igen, de megtalálta a Cumiát ügyesen. Na azért, hát 7 hónaposan már érted. Le kelljen segíteni, anyu. Igen. Alszik éjszaka? Szerintem most talán nő a foga neki, úgyhogy sokkal szól, fölébred, úgyhogy elég nyugtalan, meg sokat forgolódik, keresztbe fordul a kiságyba, és akkor ugye már megakad, mert már nagy ahhoz, hogy ő elférjen keresztbe. És megakad, és akkor fölkelt minket, hogy hát fordítsuk már vissza. Aha. Szép jövőkép. Hát, igen. Ez csak nyáron lesz, érted? Ez igaz. Hát az nyárig aludni fog. Na, Klau, kivel szeretné játszani? Ferivel szeretnék. Nagyon helyes, Feri régen játszott, játszon ő. Nagyon jó ötlet. Hogy hívják a kis lányt vagy fiút? Kisfiú, Zalán. Zalán, de szép neve van. Nagyon helyes kis név. Jól van, Klau, mehetünk? Mehetünk, persze. Feri, meg vagy? Abszolút, teljesen. Jani? Megyek. 3, 2, 1, fire. Zalánnak most fáj a foga, azt mondtad? Nő neki talán, de nem. Na tessék, ki is mondtam, hogy nem. Klaudia. Szerettem volna nyerni, hazudok. Tudtam, hogy a Ferit kiválasztom, ő a legerősebb ráncem köztetek, és akkor tudni, hogy elbukom. Nagyon rendes vagy, de ezt nem így nyertem, ezt te buktad el. Még azt olyan a tudat, hogy Feri erős, de most te voltál gyenge. Igen. De a férjemnek akartam valamit, mert egész éjjel nem volt itthon, azt meséltem Annának. Na, merre kújtorgott? A Pirisbe van áramot szolgáltat, ott a Piris Szent László talán. Aha, van ilyen. Aha, ott igen, ott.
ott ugye gázban most, és akkor ott volt egész éjjel, mondom, át a meglepe, mert tudtam, hogy ki fogom mondani az első megszólalást. Aggregátor kezelő az urad, illetve hát sokat sír a gyerek. Megyek aggregátort kezelő. Ah, igen, én mindig gondol a pinisben. Hova mész? Nagyon messzire a pinisbe. Nem aggregátor kezelő. Ja, Isten. Férfiaknak mindig könnyebb. Nekik van kifogás, igen. Ha el kell menni a nőnek. Melóban, anya. Érted, melóban. Mert igen. Azt akartam csak mondani Zalánnak kapcsolatban, hogy van ilyen kis gyöngysor, amit lehet kapni. Borostyán gyöngysor, aha. És az jó a fogzásra. Illetve sose derül ki, hogy jó-e, mert ha fölteszed is nem. Semmit nem ért. Igen? Már volt, aha. Hogy annyira sírt, hogy én is föltettem. Hát, ha segít. Csak én is abban jártam. Nem? Ja, ha rákcsálja, akkor ez jó. Hogy azzal kenegessem, az neki jó. Az mivel? Van egy gél, így van. Ilyen gél, aha. Katikában kapod egy mentolos gél, van benne egy pici lidokain, ilyen nagyon minimális, és fájdalomcsillapító, igen. És a tényleg használ neki. És ezek a kis ilyen vízzel töltető, megfagyasztott ilyen rágókák. Nem szereti őket. Nem? Azt hát te szeretnél nagyon, egy jégdarabot rákcsálni. Kizet, azt a Benny nagyon szeret egy ilyen olyan van, mint a hűtőtáskában, vagy mint az aksiban, megfagy, és az a hűti az ínyét. Egyébként az nálunk bevált, ez jó volt. Mi olyat vettünk, a kis ujjadra föl tudsz húzni egy ilyen műanyag kapszulát, és a vége olyan, mint egy kis fogkefe tüskés. Ráteszed ezt a gélt, amit mondtál, és masszírozod a kis ínyét, imádja. Az jó, az jó. Na jó, van, szép volt, Feri! Nem az enyém a dicsőség. Hát, de te hoztad a pontot. Klau, köszi a játékot! Hát én is köszönöm, örültem, hogy beszéltem veletek. Örültünk, jó, hogy ilyen vidám vagy, ezt jó hallani. Ciao, köszi! Hello, hello. Hát figyelj, demoralizáltad. Mondjuk a híreddel. Igen, azonnal már reszketve hívott. Nem, igen, fekete fej. Igen, gyerekek, ez vitathatatlanul szép volt, és ezzel azt jelenti, hogy megvan a hetünk is, azért ezt is ünnepeljük meg. Igen, az utolsó előtti teljes hét. Bizonyám. Úgyhogy megvagyunk. 3-1. És hogy van a múlt hete, vagy jövő hetet, aki nyeri, az lesz a világ mindegység, atya úristen, császáristen, király. Így van, kicsit nagyképűen belementünk abba, hogy izgalmas legyen még a jövő hét, feltettünk mindent arra az egy hétre. Tehát ha hallgatók nyerik, akkor mindegy, hogy mi hány hetet nyertünk az évben, sokkal jobbak nálunk, és arcoskodhatnak, és lenyomhatnak minket, tehát az univerzum királyáért megy. Az űr ismert és ismeretlen határain túl is. Az univerzum királyáért és császáráért megy majd a harc a jövő héten, amit ha megnyernek, akkor oda az egész évünk, de voltunk annyira bátrak, hogy feltettük az egész évet, gyerekek. Úgyhogy jövő héten nagyon iparkodjatok. Bizony. Nagyon húzzatok bele, mert én rontani fogom az átlagot, úgyhogy készüljetek. Na! Hírezünk egy picit, olyan régen hallottuk, hogy a nagyvilágban, nem? Hol van Ákos ilyenkor? Hát mit csinál? Hát miért nincs már itt? 5 perc van, pontosan 7 óra, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, azt írja, kérdezi egy hallgató, hogy Richelieu kérdezi egészen pontosan, nagyon tetszik az SMS-e, miért kell korán reggel paprikát játszani? Mert szeretjük azért. Mert kedveljük Bodnár Attilával egyetemben. Én hülye vagyok, de én ezt most nem értem. Ez mire vonatkozik? A Brian Adams, mint Paprita? Á, vagy hol volt Paprita? Richelieu, pedig Richelieu SMS-ei, ugye, hát törzshallgatónk, és olyan sokszor ír nekünk. Jó, hát szellemes, hogy jót. Én ezt most nem értem, Richelieu, küldj már erről egy mondatot, hogy ez mi volt ez a Paprita? Lehet, ő is összezavarodva, én is reggel illetékbélyeket, okmánybélyeget mondtam. Igen. Na, baleset van máiban, teljes az útzár, rengeteg mentős tűzoltó, a forgalmat a rendőrség eltereli a mellékutakon, ezt Zsoli küldte nekünk. Aztán a 81-es főúton Győrnél az autópálya felhajtónál nagy a torlódás. Ezt Peti üzente, Pér és Győr között áll a forgalom, üzente Jenki, nyilván ugyanennek köszönhetően, és májban egészen pontosan a lámpás kereszteződésben történt ez a baleset, ez Zoli is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Tüskevára mérik a Veszprém felé haladókat, kicsi üzente, és Csornától néhány kilométerre 85-ösön Győr felé teherautó és személyautó karambolozott. A rendőrök nem értek oda, torlódásra lehet számítani. Ez is SMS-ben jött. Hallod? Így vagyok. Hallod? Konkrétan így vagyok. Tegnap kispályás, hallani? Nagyon? Kispályás focit játszottam tegnap, 8-10-ig, figyelj, nem tudok járni. Nem tudok menni. Nem kell más. Ne, abba hagyom, nem csinálom. Tönkrementem. Nem. Ezt azért mondtad, hogy a gyerekem, mert hallani nyögök? Egy picit. Ja. Heti egy fájdalomcsillapítót szedek, és ezért te átiszom, és olyan vagyok, mint egy papper. Figyelj. Nem. Letapad a lábad a linoleumon, egy éve nem játszottam, béna voltam, mindenki tök jó volt, szörnyű, úgy szenvedtem, mint soha. Hajszolod magad egyébként, én észrevettem, nem kell. Tehát, hogy így kapuzárási a heti három az elég, nem kell, hogy hívják. A squashról bejelentkezünk a teniszről bejelentkezünk a kispályás focira, onnan megint teniszre, nem kell. Nem, abba hagyom a focit, nem bírja a gerincem. Az a baj, annyira letapad a lábad, hogy forogsz, szétmegy a hátam. Én nem bírok járni, csak nyögök.
És így örülök, hogy ti beszéltek, elég. És aki tudod, oh, már bevettem egy fájdalomcsipet, annyira fáj, gyerekek. Mi van velem? Hát ez nem vagyok még 40 éves. De. Ha nem fáj igazán semmit kora reggel, akkor nem vagy még 40, ezt mondják. De ugye? Te már testben vagy, tehát te testben velünk vagy, hozzánk öregedtél, ennyi. A pihenés alatt fejlődsz, nem a játék alatt. Ez egyébként igaz, annyiban, hogy ha minden nap játszanak, vagy két naponta, akkor hozzászokik. Ez egy másfajta terhelés. A salak eleve kicsit ruganyosabb, nem mennek szét az üzletei. A linoleum meg a parkett az nagyon kemény. Két dolgot. Most a fáj a derekam meg. Most figyelj, most megfejtelek. Na, fejts meg. Na. Két dologról van szó. Szóval ugye nem tudtál Afrikában teniszezni, nem volt partnered, nem volt pálya. Szenvedtem okay. is. Szenvedtél miatt a rettenetesen, én ezt túlságosan sokat is hallgattam, én azt gondolom, ezért sok önálló programot csináltam, hogy ne kell ezt hallgatnom. Egy. Kettő, ugye azért most gyerekáldás előtt álltok, és te egy picit tartasz tőle, hogy nem fogsz tudni mozogni. Most ez a két dolog már önmagában is elég ahhoz, hogy még a hajnal kettőkor is bárhol oda telefonálja, hogy van-e szabad pálya, és tudsz játszani, és hát ennek ez a következő. Tegnap 4-8-kor csörgött rám, hogy barátom, jössz, mondom, hova? Kis pás, jó, legyen, menjünk. Hogy ne menni. Ú, de szittam magam. Ú, de nagyon, tudod, amikor mindenki nagyon jól játszik, mindenki nagyon ügyes, egy éve nem focisztál, nem tudsz, hogy a béna vagy, rosszul, És kikaptatok? Egy meccset nyertünk, szerintem részben miattam, sőt, szerintem miattam, igen. Egy barátom beteg, ha ő ott van, akkor simán nyerünk. Én játszottam helyett, tehát ez szörnyű csapás volt a csapatomra, nem, hát gyerekeknek semmi értelme. Nem kell össze-vissza mérgezetekért rohangálni, mindenki csinálja azt, mert jó. Én nem tudok focizni, és erre megint rájöttem, úgyhogy abba hagyom. De a mozgásra most nem tudsz, ezek miatt az okok miatt most egyelőre nem tudsz nemet mondani. Tehát bárki oda megy hozzád, pattogtat egy labdát, vagy azt mondja, hogy egy meccs, vagy izé, vagy van. Érted? Akkor ahogy mondod, nem tudsz nemet mondani. Te nemet kell mondanod. Muszáj, nem tegnap megfogadtam. Tehát amikor ránézel az órára, és azt hiszed 3-4-10, és mindjárt vége, és rájössz, hogy még 8 óra 50 van, és még van 1 óra 10 perc, és már nagyon abba hagynád, de nem tudsz leülni, mert nincsen cseret, nem hagyhatod cseret. Az már egy szörnyű érzés, és visszaszámolod a perceket, és már fél lábbal otthon vagy, és szidod magad, hogy minek? Minek jöttem ennyi? Én 9-kor már a ágyba vagyok, érted? És készülök a reggelre, a bóklászok ott valami linoleum pályán valahol. Nem, az ilyet nem nyomok. Nem. Ő nem Ronaldo. Ilyeneket azért nem, de... A Portugál. Ilyen jobb lett volna, ha nem megyünk, gyerekek. Hát ez igen, és reggel fölkezd, tudod, és na, akkor jön még a következő hullám, amikor annyira szidod magad, és akkor már így forogtam. Jaj, Viki, milyen rosszul vagy. Jaj, tudod, ő a terhes minden nap. Tolófájdalmak. Jaj, a derekam, tudod, így fájás. És megtolom, a kicsim elfolyt a magzatvíz. Mondtam ezt a Vikinek, közben nyilván ő az, aki szegényként már ugye nagyon szenved a nagy pocakja miatt, de hát úgy nyögtem, mint egy ilyen öreg lányot. Ha nem tudnád, hogy mennyi idős vagy, akkor ilyenkor is mondjuk aktívabb életet élsz, akkor érdemes mondjuk így pillantást vetni a kis polcra bent a fürdőszobában, hogy hányféle izomlazító, regeneráló, melegítőkrém, stb. Ilyen tapaszt. Ilyeneket még nem nyomok, ilyen homeopátiás krémeim vannak, az jó, de... Az is jó, abból is van jó, kifejezetten ízületekre, mások szoktak használni, előszeretettel én is, de vannak azért mindenféle ilyen egyéb ilyen olyan finomságok, például, hogyha ilyenkor mondjuk idegbe megy ki az ember futni, azért nem szabad kihagyni semmiképpen a melegítést, meg vannak mindenféle ilyen melegítő krémek, amik nagyon jót tesznek a térdizületnek. Én is ezeket szoktam használni előszeretettel. Melegítő, italok, forralt bor. De 10 évvel ezelőtt nem használtam semmit. Most meg már higgyen. Mire bekenem magam, addigra már nem megyek ki futni. Tudom. És edzés végig, ha nem nyújtasz, akkor furán néznek rád már a társak, hogy te nem nyújtasz, tudod. És 5 éve még kirögted őket, annyú srácok. Már bent álltál az zuhany alatt, tudod, hogy ültél a kocsiba, ők még benyújtottak, nézd a kripliket, most meg nem tudom, bekötni a cipő. Mondjuk úgy soha nem fogok nyújtani, mint Szani Roli, aki egy konkrét aerobik órát toll le, bármilyen futóversenyen vagyunk együtt. De azért körbeállják és tapsolnak neki. Tényleg, ő nagyon durva. Igen. Gyerekek, láttam az Érdi Tesco-nál egy feliratot, és ezt meg akarom veletek osztani, mert nem tudom, hogy ez mit jelent pontosan, és akarok róla csak egy mondatot beszélni, ami nyilván nem egy mondat lesz. Megbüntetnek, vagy nem büntetnek meg, ha azt csinálom, hogy ott beállok egy olyan parkolóba, ami ki van írva, hogy családos és mozgássérült parkoló. Remélem, hogy megbüntetnek. De miért? Azért, mert nem családdal mentél, és nem vagy mozgássérült. De mi az, hogy nem családdal mentem? Most erről beszéltünk. Ja. Gondolkozzunk el ezen egy kicsit. Érdi Tesco. Ki van írva? Családi és mozgássérült parkoló. Aha. Én erre rá fogok állni most, és be fogok menni, és kíváncsi vagyok, hogy mit csinálunk. Miért büntetnek meg, Feri? Mondd az érveket. Mert ki van írva, igen? Hogy két esetben használhatod, igen? Azt a parkolót, ha van mozgássérült, igen? Igazolványod, illetve, hogyha a családdal együtt jöttél, igen? Tehát feleséged és két gyermeked mondjuk ott van, vagy egy gyermeked. Na gondold tovább ezt, amit most mondasz. Igen? Igen? Jön a rendőr.
jön a rendőr, igen? És te egyedül beszállsz egy kocsiba, ami ott parkol. Mi van, ha nem vagyok ott? Akkor semmi. Akkor nem nyúlhat hozzád. De honnan tudod, hogy nem nyúlhat? A Vikit megbüntették. Úgyhogy egyedül volt? Úgyhogy egyedül. Nem. Te benn vagy a Tescóban. Igen. Honnan tudja a rendőr, hogy te kivel vagy? Hát így, ja, így nem jogos. Na, uh-huh. Na, hogy nem jogos, de az előbb azt mondtad, hogy jogos. Ha lát a rendőr. Igen. De a rendőr az esetek 99%-ban nem pont akkor ér oda, hanem körbejárja ezeket. Te hagytad, hogy besétáljon a csaptába. Nem, meg kíváncsi volt. Tavaly fát vett, és már akkor be akartam hozni, mert úgy felhúztam rajta magam. Tavaly fát vett éjszaka, és bement. Egyébként a Benivel volt, mert nálunk egy nagy favásárás, tök jó. Kijött, ott volt a piros matrica. Hogy van az, hogyha ki van írva, hogy családi parkoló és mozgássérült, te bemész, a rendőr nem tudja, hogy mi volt, és nem is ezt a piros cetlit kapta, hanem ezt a 10 000 forintos közigazgatási szabásértési, mit tudom, milyen papírt készültek éppen rátenni a szélvédőjére. Nem volt gyerekülés. Most beállhatsz, vagy nem állhatsz? De ha van gyerekülés, is mehetek egyedül. Mert lehetsz, persze. Hogy van ez? Szerintem egy esetben büntethet meg családosként, ha látja, hogy te egyedül beállsz oda, kiszállsz és besétálsz. De ugyanakkor nincs feltetve a családi jel? Csak a mozgássérült jel van. Aha. De nagybetűkkel kint van a táblán, hogy családos és mozgássérült. Azt azért az elég. De akkor azt mondod, hogy az a minimum, hogy várjon meg. És csekkolja. Ha persze. Nem, hogy most állhatsz oda, vagy nem? Hát családosként. Te mit csinálnál? Na de ha egyedül vagy? Na most várjál, ha gyerekkel vagy, akkor te bemehezz egy rendőr, nem látja, hogy te kivel vagy bent, megvár. Az nem életszerű, és vár egy 3-4 órát, hogy te kigyere, és láss, hogy fogod-e a gyerek kezét, igen, vagy egyedül jössz. Hát ez így lenne a korrekt. Akkor büntethet, ha téged egyedül látna. Most várjál egy pillanat, hadd kérdezek vissza. Ez a fölirat, hogy családos és mozgássérült parkoló, igen? Ez egy táblán van. Hogy meg kéne nézni ezt a területet, ahova ezt kitették, mert amit itt most fényképen látok, igen? Azon van két mozgássérült így jel. Van. Oda valószínűleg mozgássérült kocsival állhatsz, és kettővel arrébb pedig ott van fölfestve a család. Nincs, mert én ilyet már láttam, hogy úgy van, hogy egymás mellett vannak, hogy van a mozgássérült parkoló, aha, és mellette van négy ilyen az figura. A szerencsésebb. Igen. Mi van, ha nincs? Akkor én, és ha nekem a családom benn van, és én egyedül beállok, aha, akkor én nem állhatok oda? De vagy én oda jövök állhatsz a családért egyedül, megállok és beszaladok egy kürtös kalács, akkor engem megvágnak? Nem, vagy nem a rendőr ott áll és nézi, hogy a 3-4 óráig jövök a gyerekek kézen fogva, vagy nem? Hogy van ez? De nagyon hülye dolog. Mert tök jó, a családi parkoló az tök jó. Igen. A mozgássérült, rengeteg mozgássérült hely van a hiperek előtt. Szerintem ez egy ilyen uniós szabályzat, hogy ki kell adni 100-at. Uh-huh. Nincs annyi, szerintem. Mozgássérült, hál' Isten. De hogy családos és mozgássérült, beállt és megvágták. Uh-huh. Na? Hm. Igen, ő itt a mozgássérült jelre állhatott rá. Nem tudom, tehát még egyszer mondom, ha ez úgy lenne, hogy és ki van téve. És a tanakot hülyén, tudod, igen, hogy most álljok, ne álljok. Várjál, ha csak ki van téve, hogy családos és mozgássérült, és nincs fölfestve semmi, akkor szerintem bárhova állhat. Aha. Ha itt a családos és mozgássérült parkolónál van fölfestve két kerekesszékes, akkor oda viszont ténylegesen csak mozgássérült állhat, és mögé, vagy a következő parkolóba állhatna a család. Vagy ez azt jelenti, hogy mozgássérült család? De ott az egész, uh-huh, na mindegy. Nem, csak kérdezem, hogy tehát... aha. Ott az és szerintem, ez így külön. És ha állok a családira, akkor megbüntet? Megvár? Ha egyedül vagy, akkor meg. Honnan tudja? Hát megvár, amíg egyedül beszállsz. Uh-huh. Uh-huh. És a Vikit megbüntették úgy egyébként ezen a parkolón, hogy ez volt kiírva, aha, ez most nem tudom, melyik hiper előtt volt tavaly, nem biztos, hogy pont az érdi előtt, tehát megbüntették úgy, hogy egyébként már mondom, már tette rá. Miért teszi rá, ha nem látja, hogy ő kivel van? Aha, na az gáz. Hogy van ez? Ennyire szivatják az embereket, de tényleg, nem? Hát ez abszolút jó, egy tök jó felvetés. Ugye gyakorlatilag tényleg két igazi kérdés van ebben a dologban, ez az egyik, amit Balázs felvet, hogy miért nem várja meg, miért nem csekkolja, honnan tudja, mi alapján büntet. A másik pedig az, hogy mit jelent ez, hogy családos parkoló. Én például tökre örülnék neki, hogyha mondjuk ez a hiper adna erről egy hivatalos állásfoglalást, hogy mit értenek ők. A családos, vagy nagycsaládos parkoló. Fölfestett családi alatt jel következő féleképpen néz ki, két nagy figura és két kicsi. Uh-huh. Tehát ti nem vagytok családos parkoló. Nem, mert csak hárma vagyunk, és én vagyok az alacsonyabb. A gyerek pedig a magas. Azt mondják a Móninak, hogy Mónika, legyen és fogja meg a húgát, és vigye arrébb a gyerek. Csak virágra rámutatnak, hogy Mónika, vigye arrébb a húgát, és szóljon a gyereknek, hogy vagy üljön be a gyerekülésbe, vagy ne álljanak itt a családi parkoló. És előre meg nem ülhet a bajuszos kisfiú.
Na mindegy, ez érdekes dolog. Szerintem, ha fel van festve, mert ez egy tájékoztató tábla, tehát amit a Tesco kitett, az nem egy hivatalos ilyen közlekedési tábla, ők jelzik, hogy ez családos és mozgássérült. És mi a család? Látod? Itt is van, tessék, van egy mozgássérült jel a tájékoztató táblán, meg a család. Aha. De az itt a család, az két ember, ahogy látom. Hát az kis család. Na, hát akkor család. Csak elmegyek, megnézem a család jelet. Hát akkor mi a család? Azt kéne megnézni, hogy mellette van-e még kettő családos jelű. Ha nincs, akkor igazad van. És mi a család? Egy élettel közösség. Elmegyek a 20 éves gyerekemmel, akkor család vagyok. Akkor odállhatok közel? Hát, szerintem ez... Igen. Na, de mi a család? Igen, a 20 éves gyerek, akkor igen, megszámoltam, ketten vannak. Igen, mert ha mész szatyorra a gyerekkel, két éves gyerek, rohangál, fogod a kezét, sapka rajta van, amit hideg van, aha, ne essen be a kocsi elé, közel megállhat, ez tök jó gyerek. Na most, ha ekkora a 20 éves gyereked, mint itt a rajzon, tehát a apukának okay, akkor mondom, hogy 8 éves a gyerek, tessék. Tök jó, akkor már jár. Mi, akkor már jár, vagy még jár a hely. Igen. Ha 10 éves, mert az ábrán az egy nagy ember, kis ember. Igen, öv alatt érő gyerekkel család vagy. Egy 10 éves gyerek már akkora tud lenni, mint te, vagy én, vagy bármi. Akkor az már nem. Az már nem. Az akkor megbüntet a rendőr? Aki tud messzebbre menni, mint a családi parkoló gyerek, az már nem család. Nem tudom. Biztos. Én rettegek az ilyenektől, soha nem állok ilyenre, csak egy felvetés. Azért nem, mert jön valami olvasó, lefotó, tehát én ezt már erre nagyon vigyázok, tényleg. Tehát volt egy-két kihágásom régen, tehát nem azért van, hogy most én lusta vagyok, elmegyek inkább 30 méter. Csak kérdezem, csak felmerül az ember. Be, hogy milyen alapon büntet. Eleve, hogy ott vár a rendőr, és nézi, hogy kiszálljál, és ahogy elmész, megbüntet, szerintem a már szemét. Az egész egyébként egy rohadt dolog. És tényleg, tehát 24-én, mit tudom, éjszaka valaki ott megáll, és van 150 üres hely, de rendben van, ne álljon oda. Nem kell odaállni, legyünk jogkövetőek. Ezzel nincs semmi baj. Ne álljon oda, mert mondjuk van 150 üres hely. Tehát, hogy így van, azért... ezt mondom, hogy én sálok már oda, régen hibáztam, tehát nem vagyok szent. Csak kérdezem, csak felmerült, hogy ez hogy a fenébe van. Nem. Mondjuk itt a rögzített képen lévő járművel kapcsolatosan is. Mi egyébként, én azt se értem, hogy nekem nincs olyan mozgássérült helyekkel, kellenek, uniós szabályoknak, tudom, előírják, hogy egy hiper előtt legalább mennyit kell biztosítani. Aha. De ugyanennyi család is van. Tehát, hogy miért több a mozgássérült, mint a család? Ha már van családos parkoló, érted, mit kérdezek? Uh-huh. Hát, hogyha két kisgyerekkel mész, tehát van egy három, meg egy két éves gyermek nálad, meg a férjed, az pont elég teher ahhoz, hogy ne a parkoló túlsó végéből sétáljál a gyerekekkel. Jó, mindegy, csak felvetel, azt hittem, hát, ha tudunk rá, egy teoretikus tényleg a kérdés, nem tudsz rá magyarázatot találni. Na, mindegy, megnézem majd azt a családi jelzést, kíváncsiak, hogy ott van-e. Ha igen. Ott van, akkor nem jogos, ha nincs ott, akkor igen. Jogos. Tegnap jött ki egy hír, és szerintem beszéljünk erről is, de most nem mondom, hogy egy mondatot, mert ez viszont egészen biztos, hogy több lesz. Gyerekek, én lázban égek ettől az EGRI állorvostól. Szóval, hogy ez engem annyira érdekel, és annyira foglalkoztat. Kezeltetni akarod magad? Nem, nála. Ő akar lenni a következő. egyrészt keresem, hogy milyen lehetőségeim vannak sokan majd a médiázás után. De hogy hát ha azzal indítjuk a dolgot, hogy hát ha van egy hallgatónk ott Egerben, vagy Eger környékén, aki tud nekünk segíteni, és betelefonál, vagy ott volt, vagy kezeltette magát. Az jó. Tisza Nánán is. Tisza Nána, így van. Ugye, ha valaki esetleg nem hallotta, bár szerintem sokan hallották, két napja erről szólnak a hírek, hamis diplomát honosított, ravasz volt, majd orvosként praktizált évekig Tisza Nánán ez a hölgy, aki egyébként hát ügyesen csinálta, mert gyerekek, senkinek nem tűnt föl. Senki nem halt meg, inkább mondjuk így. Hogy senki nem halt meg. Hála jó Istennek. Igen. Figyelj, mindent úgy diagnosztizált, hogy tüszös mandula gyulladás. És bejött neki. De figyelj, benne megfogalmazódik a kérdés egyébként, hogy bemész egy dokihoz. Egyébként honnan a büdös fenéből veszed észre, hogy ő nem doki? Hát. Tudod honnan? Sehonnan. Sehonnan, basszus. Bentül egy rendelőbe. Fehér köpeny. Én megkajáltam. Ugye? Hány orvosnak kérted ki a rendelőben a diplomáját? Hát úgy megkajálod, hogy néz ki egy hiteles diploma. Hát érted, van rajta egy pecsét, van rajta pár cirkalmas kifejezés, hát még lehet, már benyalom. Lehet, hogy ki is akasztotta a hamis diplomáját. Ugye ez egy honosított diploma volt, ki is tette a falra. Tehát még akár láthattad is, hát eszedbe jutna. Dehogy is, ugye ez egy hamis diploma. Ráadásul az ő esetében ugye egy olyan diploma volt, ami szerint ő a franciaországi Toulouse-ban végezte el az orvosi egyetemet. Ott elvégezte. Tehát lehet, hogy nem végezte. Tehát még a betegei még mondták, hogy hát igen. Hát gyerekek, hogy Toulouse. De várjátok, az eseti azért is megdöbbentő, mert ez 2009-ben egyébként elfogadták, tehát ez embereken, szervezeteken átment, majd orvosként kezdett dolgozni, először az EGRI kórházban, majd Tiszanánál, mint házi orvos. Oda viccad a gyerekedet. Hogy van ez? És egyébként egyáltalán nem kapott orvosi diplomát, sőt, ugye kiderült, ugye az ügyészség elmondása alapján, hogy hamis a diploma, tehát, hogy nincs is eleve semmiféle orvosi végzettsége. Hogy a francba praktizált? Mondjátok meg nekem. Meg hogy jutott eszébe, hogy pont ez?
Tehát, hogy annyi minden más lehetnél, hogy nem jutott eszébe egyszer is, hogy valaki oda megy súlyos betegen, vagy az volt a terve, hogy aki nagyon súlyos beteg, az beutalja. Aha. Érted? Tehát ha nagyon látta rajtad, hogy tényleg nagyon rosszul vagy, akkor irány a megyei kórház, majd ott kikezelnek, beutalóval, és az összes többinek azt mondta, hogy tűzös meg. Hát nyilván egy ilyen súlyos, hogy hívják, nyílt törés, mondjuk a combcsonton, az már tűzös mandula gyullad. De az, még az orvos, ugye figyeljetek, még az orvosi rendelőt megértem, mert Tiszanánán egyedül vagy házi orvos, vagy van mondjuk kettő, de az egri kórházban nem tűnt fel senki. Hogy? Meg soha hogy? Vannak, begyült. Hogy? És állítólag se a család. Se a család nem vette észre, se a lánya nem vette nem észre. Nem tudta a családja. Nem, se az orvosok nem tudták, se a kollégák nem tudták. Gyerekek, egy nő úgy gyógyított embereket, gyerekeket, hogy lementél hozzá, és fingja nem volt az egészről. Azért ez megdöbbentő. De a családnak hogy adta be azt, hogy Toulouse-ban elvégezte az orvosi egyetemet? Hát valószínűleg utána jött össze, 30 évesen jött össze a férjével, és ott elmesélte, hogy én Toulouse-ban jártam az orvosi egyetemre, itt a diplomám, az ugye hamis. A nagyobb gáz, hogy amikor honosította ennek, senki nem nézett utána. Érted? Tehát nem hívták föl, vagy nem küldtek egy levelet a toulouse-i orvosi egyetemnek. Nézd, itt van Toulouse-Lautrec alájá. Figyeljetek, és mondom, hogy miket csinált. Igyekezett fejleszteni a házi orvosi praxisát, írja egy cikk, bevezetett például egy infúziós kezelést, amivel a rendelőjében tudott kezelni gerinc problémás. Gondold el! Húha. Tehát, hogy ő nem csak csalt, hanem volt egy küldetéstudata, hogy ő valójában tud gyógyítani. Magas vérnyomásban szenvedő betegeket szintén infúzióval kezelt. Azt nem, ezt tudod miért csinálta? Na azért, miért? Mert az infúzió, gyakorlatilag sós vizet tudsz adni infúzióban, amitől semmi, vagy ásványi sós víz. Na de a bransőt meg kell rakni, meg kell szúrni, tehát egy branült, az be kell tudni rakni. Hát hogy rakod be azt a kézbe azért? Hát az első 10-nél fáj, de utána a többi már megy. Igen, az első 10-nél vagy 50-nél még elmegy az adó, hogy hát pöcselet, picit fáradt vagyok, de elnézést, legközelebb jobban sikerül, és akkor az 51-dik már tök menő. Meg volt asszisztense, tehát azt nem neki kellett berakni, érted? Van a házi orvosi asszisztens, akinek van egy asszisztensi végzettsége, ott a branült. Terike, kedves, nyomjam már be egy olyan izét. Igen, és akkor egy sima oldacsos, sós oldatos vizet ásványi sókkal lecsöpögtetett, osz meggyógyult. Igen, de ott van a tiszanánai patikus is például. Tehát ha látsz te egy doktornőtől minden nap, ugyanaz, honnan tudod az antibiotikumot? Tudod-e, hogy azt vírusra vagy baktériumra? Mit írsz föl? Van egy pecsét. Hát de várja, hogy kapta meg a pecsétet? A patikus látta, hogy 3 éven keresztül mindenki torokgyulladás, mit tudom én, nem tudom, stafilokókusz, nem tudom. Igen, de hát ő meg antibiotikumot, hogy felülvizsgálja a doktornőnek a diagnózisát, eleve ő nem diagnosztizál, ő csak kiadja azt a gyógyszert, amit felírtak. Hát, gyerekek, vagy bedőlt az egész tiszanánai patikusipar, mert senki nem vásárolt más, csak torokgyulladás elleni gyógyszert. De az viszont nagyon fogyott. Azt imádták. Nem tudom, nagyon kemény a sztori. Nagyon-nagyon durva. Nagyon kemény a sztori. És a kórházban mit csinálsz? Tehát ott vagy tudás nélkül. Oda szólítanak mondjuk a nem tudom, a traumatológián dolgozol, vagy a sebészeten, vagy a fekvőbetegeknél. Ott azért meg kell oldani, hoznod kell döntéseket. Azokat hogy hozta meg? Nem vette észre senki? Döntött rólad, hogy neked milyen fájdalomcsillapítót, vagy milyen gyógyszert? Megvizsgált, összehasonlított a májadat a lépeddel, megnyomkodott? Csinált egy ultrahangot? Mit csinált ő úgy, hogy senki nem vette észre? Vagy mindig összehívott egy ilyen konzíliumot. Tehát befeküdt a beteg, megvizsgált, és azt mondta, hogy jaj, hívom még Kovács doktort, meg ki, uraim, nézzék már meg, legyenek kedvesek. Nekem van egy kialakult véleményem, de szükségem van az. Van egy teóriám, de mit mond erről Kovács doktor? Igen. Kovács doktor elmondja, na doktor úr, milyen nagyszerű, hogy mi együtt tudunk dolgozni és gondolkozni. És ha nem jött be, Kovács doktor annyira mondta. Annyira mondta, annyira elhittem. Hát van a településen egy elmélet, most nézem itt közben a megjelent cikkeket, ez már a legmeredekebb egyébként, írja ez az internetes portál, hogy a nőnek volt egy szeretője, aki egyiptomi származású orvos volt, aki Franciaországban szerezte meg a diplomáját, és ott dolgozott, a férfit később Egerben kezelték, és az állítólag az ő diplomáját hamisították át a nő nevére, és a férfi tanítatta ki a nőt, hogy orvosként dolgozzon, tehát az igazi orvos tanította meg a nőt, hogy az ő diplomájával, mint hamis diploma dolgozzon. Ez egy elmélet egyébként, ezt a faluban mondják. Aha, tehát a kiskonyhába hátul ők leültek, és az arab doktor az elmesélt, hogy mit kell tenni akkor. Kábé, igen, hogy mit kell csinálni. Igen. Az kemény. Hát volt, és rengetegen szerették, vállalt külön praxist, ügyeletet vállalt. Fej. Hát biztos jó fej, azzal nekem nincs bajom. Oké, tessék, megcsíp valakit egy darázs. Te ott ülsz, mondjuk kamu orvosként, és a gyereke látod, hogy allergiás, és kapott egy ilyen anafilaxiás sokkot, tessék. Aha. Ferenc, te vagy az áldoktor.
A gyerek látod, mi 2 percet vagy megfullad. Anafilaxiás sokja van a gyereknek, behozzák, mert ügyeletet, azt mit csinálsz? Láttam egyszer a televízióban, hogy egy tollal itt megbökték a megcsinálod neki a gégemetszést. Megcsinálod a gégemetszést. Azt még komoly dokik se vállalják be mindig. Hát hogy csinálod? A gyerek, megfullad a gyerek. Nem sokat vászak hozz fel. Az ötlet jó egyébként, azt kell csinálni. Tehát ha mindjárt megfulladott, nincs más választás, hogy komoly doki megcsinálja. Igen, de ott vannak egyébként szerintem praktikusabb eszközök, és hagyd ezt a tollvonalat. Szerintem én így láttam a tévében. Tele van a szekrény mindennel, ami kell, de te egy tollat fogsz egy kálcium tablettát, és igen, az anafilaxiás soknál az már lehet, hogy kevés. Ha duzzad a nyelve, és mindjárt megfullad, az már kicsit kevés. Én a csípésre ecetet raknék. Ecet is jó. Anyukám mindig azt mondta, hogy ecetet kell rárakni, igen, vagy szívd ki a mérget szájjal. Az is jó. Gyerekek is, hogy nem tudta a család? Tehát én sétálok a lányommal. Engem annyi kérdésem van az ilyen hírek alapján. Sétálok a lányommal. Tiszanánám. És egyszer csak nekem valaki oda köszön, hogy csókolom doktornő. És én vagyok a lányom. És mész tovább. Hát azért csak ránézek az anyámra, mama ezt neked. Ja, én! Mama ezt neked mondták, de hát te mit tudom, én zsemlét árulsz 20 éve, nem tudom. Azt se tudták? Tehát hát a család se tudta, tehát se az orvosoknak, se a kórháznak, se a rendelőben, se a házi orvosok, senki nem vette észre. De a család azt nem tudta, hogy nincs diplomája a mamának, azt tudták, hogy orvos. Azt nem tudták, hogy dokiként dolgozik. Na, az ne, azért az meglepő azt tudták, lenne. Azt nem tudták, hogy diplomája van? Azt nem tudták, hogy nincs diplomája. Doktornő, miért mondják, hogy doktornő? Hát tudod, mi van, persze. Hát. Mondjuk, és ez, hogy most akkor kap ő közokirat hamisítás, meg kuruzslás. Hát miért nem dicsérik meg, adnak neki 13. havit, és emelik fel az alappénzét, nem? Kuruzslás. Most elmegy gyógyítani 5 éven keresztül, isteni szerencsém, hogy nem hal meg senki, és az a vád, hogy kuruzslok. Mondjuk nekem hát azért nagyon tetszik ez a kifejezés, ez a kuruzslás. Én azt hittem, hogy ez már picit kiment a divatból, de hát... Na mindegy, kuruzslás, vajákosság. Most figyeljetek, és az tiszta, hogy ő például a kardiológián is dolgozott? Tehát, hogy azért az már nem a tolgyűlöves kategória. Tehát amikor bemegy valaki, érted, egy friss sztrókkal, vagy mit tudom én, bemegy egy izével, egy infarktussal, és akkor oda megy, és akkor nézni, ne nézzük csak, azt hiszem a bal oldal. Ja igen, a bal oldal. Tehát itt vannak szemtanúk, akik megszólaltak, hogy milyen bőrbetegségeket diagnosztizált félre, elment valaki, átkezeltette, és a nő fölírta azokat a gyógyszereket, aha, amit már az új doki iratott aztán föl. Doktor, ön melanoma? Nem, Teréz. Ja, hogy... És érted, akkor azt mondja, hogy nem az, kamara. Ez csak egy anyajegy. Tehát az orvosi kamera hogy megy át egy papírt? Tehát most neked legyártunk egy diplomát, az átmegy. Hogy ez a több szervezetbe adta be, honosította, senkinek nem tűnt föl, hogy a diploma kamu gyerek. Megdöbben, nagyon érdekes történet. Jó, hát van egy szemtanunk, aki ott él, ott lakik, már látjuk az SMS-eket, valaki írt nekünk, visszahívjuk a hírek után, hát ha valaki ismerte, meséljen róla, volt-e nála kezelésen. Akár... Lehet, tök szimpi, és meg is gyógyította. Figyelj, mondhatja ezt. A szemtanunk többsége a cikkekben azt mondják, hogy egy szimpatikus, kedves nő volt. Az eszem megáll. Tök jó. Hát és oda hova jársz vissza szívesen? Milyen orvos az, aki kedves, aranyos? Aki szimpatikus, kedves. És elmondott, hogy nagyon fáj a lágyékot. Torokgyulladás! Már hát mindenkinek torokgyulladás van. Lesugároz az ágyékra. Torokgyullad, de itt fáj egy kicsit, és a gerincem a 2-es kilépő csigolya ideg. Torokgyulladás! Na de Balázs, hát nem rossz híreket akarsz hallani az orvosnál, amikor bemész. Ez is igaz. Csak megkapták a torokgyulladást. Ez jaj, de jó hozzá be, mert mindig csak azt mondja, hogy egy gyulladásom van. Vannak szemtanúk, megszólaltatjuk őket, többen írtak már nekünk SMS-t, hogy ismerték, ott voltak, látták, tudnak róla, úgyhogy visszahívjuk őket a hírek után. Jó, akkor gyorsan elmondja nekünk a híreket, 7:30, 5 perccel, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan, 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye az állorvosról beszélgettünk, érdekes a helyzet, megfejtettük, hogy alapjában laikusként soha büdös életben nem veszed észre, hogy az ember, aki ott ül fehér köpenyben, az nem az, maximum a furcsát mond, nem adod be a gyereknek, vagy nem veszed be, hanem futsz még egy kört, és elmész máshoz. Hát ez, de ezek, nincs esélyed. Igen, ja. Ezekben az esetekben, amiket ő is kezelt, mondjuk, és itt tényleg el vagy ezzel, hogy tűzös mandulagyulladásod van, oké, ilyenkor mindig az vetődik fel, hogy mi van, ha nagyobb baj van. Hát ez az. Ugye, hogy hála Istennek nem történt a praxisában. Hát ügyeletben lehet nagyobb baj, az ügyelet az azért ügyelet, hogy ott mindent el kell látni, ami történik. Egy-két hozzászólás csak mielőtt bekapcsolnák a hallgatót. Vannak orvosok igazi diplomával, de a betegre fütyülnek. Sok példa van erre is írja. Persze, mi most nem arról beszélünk, hogy melyik a jobb.
De nem megnyugtató, igen. Ápolónői végzettsége volt, ráadásul nem biztos, hogy egy háziorvos többet tud, mint egy gyakorlott ápolónő. Darázsírtó pedig lehetett a rendelőből, hogy sose kelljen Gégér Metzeni írjenek, hát egy hallgató. Bocsát, ha már benn van a darázsmérge a gyerekedbe, aki ellilult fejjel fekszik, akkor a darázsírtót nem érzem, igen. Nem érzem egy erős kezelésnek. Igen. Balázs, könnyű úgy beszélni róla, ha nem tud sok mindent. Tiszanánai lakos, tehát ahogy halljuk, a lakás, lakosok még védik is. Egyébként én nem bántom, én csak kérdéseket teszek föl, ami egy emberbe megfogalmazódik egy ilyen hír hallatán, és arról beszélünk, egyetem van esélye részrevenni, és rájöttünk, hogy egyébként nincs. A mi házi orvosunkból kínulva akár én is lehetnék orvos, pedig eredetileg agrármérnök vagyok, írja egy hallgató. Na, van valaki, aki ismerte ezt a hölgyet. Szandra, hello Szandra, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia, hello! Egri vagy, Szandra? Nem, Eger környéki vagyok, de Egerben dolgozom. Egerben dolgozol. Na, és te hol dolgoztál vele együtt, hogy hol találkoztatok? Én az Egri Kórháznak a belgyógyászatán voltam akkor éppen gyakorlaton. Én is egy asszisztensi végzettséget szereztem meg, és abban az időben, tehát minden osztályra menni kellett gyakorlatot szerezni, egy bizonyos óra számít, és én abban az időben éppen a belgyógyászaton voltam. Úgyhogy én innen ismerem. Mert orvosira jártál, vagy valamilyen erős képzés? Nem, ez csak egy egészségügyi általános asszisztensi képzés. Általános asszisztensi képzés, aha. És ilyen ott... orvosok keze alatt, igen. És ott volt ő, vagy ott találkoztatok? Igen, tehát minden reggel, ugye én elmer gyakorlatosak, azok minden nap délelőtt vannak, tehát nappali műszakban dolgozunk, úgyhogy amikor ő nappalos volt, vagy az estére ügyeletbe jött, akkor én mindig találkoztunk, mindig átvettünk, ha volt valami instrukciója, lázlapon, bármit, azokat ugye elmondogatta, és akkor azt kellett csinálni, hogy mondta. És ő ilyen köztiszteletben álló, vagy annak örvendő doktornő volt? Az volt, igen, a megítélése? Igen, szerintem semmi probléma nem volt vele, nekem se, és hát azért ugye nővéri berkekben, meg ugye azért így megy a pletyi, tehát hogyha lett volna valami, akkor így mondták volna, hogy fú, te figyelj, ez ilyen, az olyan, és ő róla úgy nem, nagyon kedves volt, csendes volt, és ő úgy nézett ki, tehát hogy nem láttad volna rajta, hogy nem tudja a szakmáját. Aha, és fura dolgokat sem mondott? Tehát, hogy a lázgörülékkel kapcsolatban, vagy nem szóltál neki, hogy fordult, vagy tartja a kezébe a lapot? Igen. Nem. Hogy mondta, hogy milyen fura ez az EKG, vannak kiugró, nem tudom, szívritmuszavarok, ez egy lázgörbe doktornő, és fordítsa ja, erre. Nem mindegy, azért igen, egy EKG-t elolvasni, hát egy körzeti orvos lehet csinálni egy EKG-t, hát azért azt tudni kell olvasni. Szóval én értem az EU-s vizsgát, meg itt írják, sok egy egészségügyi szakápolóként dolgozott, hát azért az nem ugyanaz, hogy valaki bejön kemény hassal, fáj a hasa, az kidő, hogy vesek görcse van, hát azért az doktorként... Látott már olyat egyszer, hogy orvos mellett ért, hogy meg tudta oldani, hát igen. Bátor. Meglepődtél, amikor ez kiderült, Szandra? Először valahogy hirtelen nekem rögtön beugrott, tehát hogy így ültem, hallgattam a híradót, és akkor így gondolkoztam, és akkor ugye én ugye nem teljesen takarták ki, mert így próbáltak mutatni, nem tudom melyik tévécsatornán volt az, hogy mutatták a lányát is, meg nem tudom, és akkor úgy eszembe ötlött, hogy mert azért ugye többi orvost ismeri az ember, meg tudom, hogy kik dolgoznak még ott, és kik nem dolgoznak már ott, úgyhogy én rögtön tudtam, hogy kiről van szó. Hát meglepődni a mai világban, én már semmi nem lepődök meg, aha, de kiderülne még, meg általában mondjuk tényleg nem akarom ledegradálni az egyik kórházat, tehát amilyen körülmények mondjuk ott vannak, és amilyen orvosok ott vannak, tehát nem találkozik, ha feléről kiderülne ugyanez. Na, és most az egy picit degradált. Figyelj, mi történik, ha egy ilyen állorvos beosztanak mondjuk a sürgősségére, vagy ügyeletet kell vállalnia? Például egy körzeti orvosnak az ügyelet este 6-tól másnap 6-ig arról szól, hogy akut dolgokat is el kell látni. Tehát ott lehet, hogy valaki beesik, hogy varni kell, hogy levágta a fél ujját, hogy egy balta áll ki a fejéből. Nem, de orvosi ügyelet az teljesen más, mint egy kórházi ügyelet. Tehát, mint a sürgősségi osztály. De én most azért kezdem, mert ő is ügyeletet vállalt, mint a házi orvos, tehát esti ügyeletet valószínű, vagy igen, hétvégi ügyeletet. Általában az úgy zajlik, hogy ugye az ember betelefonál, elmondja, hogy mi baj, és első körben megpróbálja telefonon keresztül megoldani a helyzetet. És hogyha azt mondják, hogy ez nem csökken, mondjuk a vérnyomása, akkor fáradjanak be, és súlyosabb esetekben vonul ki az ügyeletes orvos. Tehát egyébként ő az ügyeleti helyet nem, igen, hagyja el. Ő nem, hogy én ezt mondom, de behoznak, igen, valakinek, akit még egy baltál ki a fejéből, és az össze kell varni, vagy bármit, hát azért az... Hát azt nem, azt továbbítják a kórházba. Akkor az megy a traumatológiára. Aha. A sürgősségi osztályra.
És te most mivel foglalkozol, vagy mi lettél végül aztán? Elvégezted ezt? Hogy nem végeztem volna, persze, és asszisztensként dolgozom egy orvos mellett. Úgyhogy... Te meg tudnád csinálni? Tehát ha nem lenne ott a doki, és felvennél egy fehér köpenyt, és valaki beesne, most nem tudok konkrét problémát mondani. Tényleg ez a jó, amikor darás csípés, és látnád, hogy allergiás, megduzzadt a nyelve, meg akar fulladni. Igen. Tudnád úgy megcsinálni, vagy tudnál úgy kezelni, mint egy doki? Hát most nem azért tényleg, tudnék, tehát házi orvosként mondjuk tudnék praktizálni. Tényleg? Hallottam az előbb, hogyan beszéltetek például arról, hogy milyen gyógyszereket ír fel. Nagyon egyszerű. Azért a tüneteket általában egy normális ember is tudja, nem? Tehát, hogy torokfájás, láz... Na jó, de mondjuk egy kétoldali bronhitis, mondom én, nagyon jó házi orvos lenni, olyan szakszavokat tudod. Felveszed a kis stetoszkopot és meghallgatod, kiszúrnád, hogy zörög mondjuk kicsit a tüdeje? Igen? Hogyne, persze, egy stetoszkóp az igen. Tök jó. Tehát, hogy az nem úgy veszi a levegőt, a hangok zörejek vannak, igen. Aha, mit írnál föl? Mit írnék föl? Hát mondjuk most is fejből nem tudom megmondani, de ez nagyon egyszerű, ugyanis a körzeti orvosokhoz járnak az orvoslátogatók, a gyógyszeri gyártók látogatói, akik megmondják minden idényben, hogy most ez az idény betegség, és erre ezt írjuk fel. Aha. Aha. Gyerekek, hát megvan a jössöm. Hát figyeljen, ha ez befutcsol, akkor megyek házi orvosnak. Csak nem szabad túljátszani, hogy négy oldali bronhit hisz. Igen. Az érdi házi orvos Sebestyén Balázs tudott. Török Bálinton ügyeletet is vállalok. Budaörse szívesen házhoz megyek. Nem ismerjük mi egymást? Nem. Nem. Álszakálba szemüvegbe. Toronygyulladás. Érdekes a történet. Többen tényleg azt nyilatkozták, hogy hát mindegy, hogy most igazi vagy nem, van papírja vagy nincs, visszamennének hozzá, ha ugye hát nem tiltották volna el a gyógyítástól. Szandra, nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad. Nagyon szívesen. Vigyázz magadra, köszi. De azért fél órával ma korábban menjél be, csekkold már a saját orvosodat, hogy minden oké. Már bent vagyok, úgyhogy. De megvan, nem francia diplomája? Aztán nem ám önkénteskedni, ha nincs bent a doki, felvenni egy stetoszkópot a nyakadba, és hirtelen valami menőzni a bőrfotelbe. Igen. Nem fogok. Köszi, hogy csörögtél, ciao. Igen. Igen. Az a baj, hogy ti nagyon kifordítjátok a szavakat, és viccesre vesztek mindent. Mit? Aha, hát fél órája erről beszélünk, hogy ismered föl a házi orvost, ha elviszed a gyereket. De egyébként nincs benne több, de ez nagyon izgalmas élethelyzet szerintem. Persze, jó, nyilván ez egy isteni szerencsé, hogy nem diagnosztizált senkit. Nem halt félre, meg senki. Hogy nem halt meg senki, vagy nem lett komolyabb probléma belőle, de egyébként meg hát basszus, tehát hogy az ember csak ez egy gyerekkori álom lehetett neki? Hogy orvos legyen? Igen, hogy volt egy küldetés, hogy az nem sikerült, de az leszek. Tudod. És hát eljutott a DiCaprio-nak a kapjá, ha tudsz, hát ott is ő is volt. Pilóta, orvos, csatlakozom. Tudod, ott kellett ilyen szakszavokat mondani. De csak például tök jó, hogy mondod mondjuk a pilótát. Tehát ott azért elég kicsi az esély, hogy eljussál oda. De tényleg, ott azért lejön, hogy csak az a baj, hogy miközben az egyik, tehát hogy egy orvos esetében azért több száz vagy több ezer beteg is átmegy, vagy átment a keze között neki is, nem lett belőle komolyabb baj. Nagyon nagy a felelősség. Közben meg egy repülőgépbe nem tudsz beülni egy vadászgépbe, úgyhogy akkor most a vadászgépbe nem, de volt másodpilóta. Kapitány úr olyan bizonytalan, ő csinálja csak a felszállási protokollt, ellenőrzi a checklistet, addig megyek harapok valamit. Most csináljunk úgy, mintha én nem tudnék repülőt vezetni. Igen, nézzük, mit tud maga. Ott még azért van egy ilyen kibúvó. Sőt, azt mondod, hogy megadom neked a lehetőséget, hogy fejlődj. Ma te szállsz fel. Betámadod az első tisztet. Na? Emlékszünk még arra, amit vizsgán tanultuk, hogy nézzem meg, hogy maga jó első tiszte. Hamar rájönne. Repülnénk, talán ma lesz rá lehetőség. Igen. Balázs Ottóként praktizálj, írja valaki. Én meg vagyok. Sebestyén Otti. Otto. Törökbálinti házi orvos. Nem lehetsz Otti egy orvosnak, Otto. Otto doktor. Otto doktor, mit adjuk a gyereknek? Otto doktor. Igen. Na jól van. Otto doktor, hol van otthon? Köszönjük az SMS-eket, játszunk Óven bácsival és Berunénivel, játszunk már is. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Te vagy az újra Szandra? Nem, Misi vagyok, és itt van velem Misi is, fiam. Misi. Ha? Misi. Szia, Misi. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Mihály. Ó, ez mikor már lemagáznak, ugye? Ez a hét erről szól, gyerekek. Prostata betegség, here, viszértágulat és magázódás. Szörnyű idők járnak rá. Igen, meg van illetődve egy kicsit, én azt gondolom. Édesem, persze. Merre mentek, Viki? Hát
Hát most itt ülünk a suli előtt, mert a Misinek iskola van, én meg utána megyek dolgozni. Na Misi, mindjárt is. De nem kéne már bent lenni? Hát 6 perc már becsöngetnek. Hát megbeszéltem, hogy ma reggel egy percet, hogyha úgy van, akkor elengednek neki, mert tiszteleteljes alkalom miatt. Milyen óráról? Matek. Azért nem is fontos perc. Jó vagy matekból, Misi? Igen. Ötös? Ötös, igen. Na, az összes felmérőm vagy ötös, vagy csillagos ötös. Na, mi a Pitagorasz tétel, Misi, tessék? Mondjad, négyzet. Na, mondjad, A négyzet, meg B-négyzet, jöjjön C-négyzet. Ennyi, kérem szépen. 40 évesen se tudom, nézd meg a 9 éves gyerek, hogy ránk vert. Az én azárokban is mindig ott van anyu, és megmondja az első két szótagot. Na jó. De kettőt tud, az egyenlő M-szer C-négyzet, meg ezt. Igen. Már most többet tud, mint én. Engem össze is zavartál ezzel. Úgyhogy hagyjuk is. Mutatjuk, hogy mit csinál, ne késetek el, jó? Figyeljetek, okay. Misi, Viki, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó? A sportolnak, ők még bírják, tudod? Ütik. Ők még szeretik. Na, jön egy pici ének, figyeljetek. Ajjajajajajaj, de nehéz lesz ez nektek. Még egyszer lehet? Hogyne, mutatjuk, figyelj. Azt hiszem, hogy ez valami magyar. Na, az biztos nem. Jó nyomon vagy, de nem. Mit mondott Misi? Az nem, amit mondott az gyerek, egy hosszabb részletet lehet? Lehet gyerekdal, mi? Ne lehetne gyerekdal. Hosszabb részlet, kivettük a bögrét, figyeljetek. Megismerhetetlen. Nem, ez nem. Nekünk se. Nem, én csak azért látom, mert itt van a monitoromon, de hogy ez szörnyű. Nem, megmondom őszintén, elképzelésem nincs. Megmutatjuk az eredetit, hallgass meg, figyelj! Ez nagyon kell ezt ismerni. Gyerekek, hát ez hol van? Dire Straits, de utálom. Money for nothing. Az eleje az zseniális. Ó, szegény Misi. Misi, most mi legyen? Nem, ez nem ment, sajnos. Marad a matek óra. Szegény Misi. Misi, nagyon szomorú? Nem, örülünk el, hogy beszélhetünk. De most miért nem mondta azt, hogy de igen, és hogy... Jó, de igen, nagyon szomorú. Azért nem úgy. Misikém, egy nyakba akasztott küldünk neked karácsonyban, jó? Nem vagyunk ennyire szigorúak. Hm? Tudsz vele menőzni az osztályba. Köszönjük szépen. Nem, hát most gyerek azért úgy se legyen szóval, bemegy ott, lever mindenkit, mert ideges értem. Persze, ott hogy hívják, összetépje a dolgozatokat, szétdobálod minden. Küldjük egy akba akaszott, Misi, jó? De csak neked. Anyádnak ne adod. Jó. Sziasztok, köszi! Hiszen karácsony van. Sziasztok. A gyerekek, ami a gyerek, a gyerek. Nem? Így is van, ő nyert. Hát, mama aztán nem a munkáján villog egy nyakbakasztóval, elveszi a szomorú Misi késő. Csak ide, hogy nézem csak meg. Menjém. 2 perc van pontosan, 8 óra, jön Mr. Puliszka, ami drága Gáborunk megérkezett, hogy újabb dolgokkal riogasson minket, úgyhogy az elmentes övezettel folytatjuk a hírek után. 7 óra, hát gyerekek, 7 óra már milyen régen volt. Az biztos, 8 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, 37-es főúton a Szerencsi Molkútnál, mérik a Sárospatak felé haladókat. Szervizes Józsi küldte nekünk, valamint májban volt egy baleset, busz ütközött egy teljes kocsival, teljes forgalom elterelés már Nyéklát házán a benzinkútnál. Petrova küldte nekünk, valamint van egy trafinka 66-oson Gödre belterületén, egészség Gödre, ezt megint megkaptuk így, ebben a formában nem én tettem hozzá. 82-es út Győri bevezetőjénél a vasútig áll a sor, egyelőre nem lehet tudni, hogy miért, aki tud, kerüljön. Ez pedig Kitti mondta nekünk, és hát még nagyon sok hozzászólás az álházi orvosunkhoz pro és kontra, rengetegen írtak, akik nem akarnak beszélni, de nagyon szerettek és hozzájártak, szerették őt és hozzájártak, és hát sokan írják, hogy volt EÜ-s végzettsége, tehát hogy nem teljesen laikusként egyfajta küldetés tudattal megáldva gyógyított, hanem szakápolói végzettség, vagy valami hasonló volt neki. Mindenesetre akkor is érdekes. Igen, és érdekes ez a dolog. Nagyon érdekes tapasztalat látni azt az SMS-ekből, hogy nagyon sokan vannak, akik érzelmi alapon döntenének, ha tehetnék. Tehát azt mondják, hogy szimpatikus, kedves, igen, rendes, megértő orvos, hozzámegyek. Igen. És igen, elnéznék azt is, hogy nincsen diploma. Igen. Na, csütörtök van, gyerekek, ez pedig egyet jelenthet, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború
elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezem. Lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello! Jó reggel! Jó reggel! Te! Újra itt! Újra itt vagy velünk. Hát mit hallok, jelentenek a kémjeink, hogy tegnap tótoztál egy kicsit? Vagy ott voltál a tévében? Igen, igen, ott volt a műsor, és hát ez már ugye korábban fölvételre került. És nem kevertek össze benneteket? Nem. Doktor. Volt, aki azt hitte, hogy én vagyok a doktor Tóth, de nem, nekem nincs doktorátusom, hát ha majd egyszer lesz, de ugye élelmiszeripari mérnök kutató vagyok, tehát az egy más világ, de ebből is lehet doktorálni, majd ki tudja egyszer. Igen, egyetlen egy dolog érdekel a tévés felvétel kapcsolatban, hogy szép voltál? Hát nézd meg, még a hajnak tart. Nyugtass meg, szép voltál? Hát én nem voltam teljesen megelégedve magammal. Na, de te szigorú vagy magadhoz. Kicsit fogynom kell, úgy érzem. Kövérít a tévé, ha ne ostoroz magad. Az egy vajdos tévé volt, amin visszanéztétek. De azt gondolom, hogy lehet még ezen formálni, de a lényeg az, hogy az információk elhangzottak, éppen a cukorról volt szó, nem is az a lényeg, hogy én hogy néztem ki, hanem az, hogy az információ remélem átment. Tehát az a hír, hogy a cukor, a fehér cukor helyett milyen alternatív egyebek vannak. Ugye erről volt szó is, és egy fantasztikus hangulat volt azért ott a közönség is. Fölállva tapsoltak, éjjeneztek. Nem. Néha, ha oda kapcsolok gyerekek, és a múltkor azt láttam, hogy valaki a prostata volt, valaki meg a pisi, és akkor tologatták egymást. Meg a múltkor meg ilyen szerepjátékok vannak? Figyelj, nem hiszed, milyen performanszok vannak. A múltkor meg oda kapcsoltam, így délután, és valaki a, nem tudom, a súly volt, meg a, és akkor ők fogocskáztak, meg táncoltak a nézők. Ilyen nagyon, nagyon érdekes megoldások vannak. Te táncoltál, vagy neked kellett valamit? Volt valami kis performance a végén? Nem. Nem? Te voltál a gomosz fehér cukor, várj! Van ilyen, hogy eljátszák, nem, hogy te vagy a... Nem, csak szakemberként voltam jelen. Aha. Na és mi mondjuk kellett, bocsánat, kellett azért, tehát volt egy-két ilyen bemutató, hogy na, a sejtbe bele kellett dobni a cukrot. Igen, akkor jó. Volt egy ilyen és nagyon volt valaki, sok hajzselé, volt játszott, egy... vagy. Hajzseli? Nem, a sejtet azt küldték külföldről, és azt egy nagy üveggömb volt. A cukrot beledobtuk, kevergettük egy ilyen színes lötyben, és volt olyan, hogy hajzselét tettünk bele a nem tudom milyen ilyen üvegedénybe, és akkor abba papírt kellett belevágni. Ez volt a plak képződés az érfalon belül. Akkor kicsit olyan volt, mint egy gólyatábor, nem? Igen. Sok érdekes, izgalmas játék. Hát ennek az a célja, hogy bemutassuk azt, hogy mi történik a szervezetben is, és az a helyzet, hogy most használhatnánk szakkifejezéseket is, de az a cél, hogy ezt képiesen be lehessen mutatni, mindenki megértse, és hogy átmenjen az információ. Tök jó. Ez jó. Igen. Én nem mondom ezt, most tegnap nem láttam, csak jelen egyszer a szerepet játszani, nem? Hímivel a sejt. De nagyon mozgó vagy, már a kicsit fázad? Nagyon aktív. Már az öreg sperba. Nem, az, aki egy picit így megtámaszkodik így a falnál. Liheg egy kicsit. Kicsit megtörje. Nem, aki céltudatosan hatol előre. Megy, és a lassan a többiek elmaradoznak mögötte, és csak a célt látja. Hát én egy omega 3 zsírsavnak inkább jobban elképzelnélek. Igen? Kérdékel most, hogy én nézlek omega 3 fejét. Omega 3 fejét van. De zsírsav, hát de nem lehet. Omega 3 zsír, az egészséges omega 3 zsírsav. Akkor sem. Igen, az eszenciális zsírsav. Legyél sperma, jobban. Eszenciális létfontosságú sejtépítésbe részt vesz. Tehát fontos. Igen. Na jól van, Gáborunga, ennyit a tévé szereplésről. Minden rendben, jól vagy egyébként? Láttam, hogy felvetted a kedvenc kardigánodat, ez nagyon kis fes, nagyon helyes kis kardigánod van. Jól vagyok. Most már ugye közelednek az évvégi dolgok, úgyhogy készítjük elő a diót a töltött káposztához. Úgyhogy így, tehát ugye azzal készül, és... Aha. Istenem. De miért nem a káposztát? Cukkinit készítünk, és... Még engem ez a dió töltött káposzta párhuzam egy pillanatra összezavar. Uh-huh. Dióból csinálod a töltött káposztát? Már dióból. Nem volt más otthon? Ez volt az első, amihez hozzányúltál a spejzba, vagy? Barna dióval készül, ugyanolyan íze lesz szinte, mint hogyha húsból készítenétek. Hát, ezért vitatkoznék egy kicsit. Aha, és a diós beigliben mit raktok? Káposztát. Nem, abba dió kerül, csak ugye nem cukor, hanem más típusú édesítőanyag, mondjuk eritrit, vagy nyírfacukor, vagy gyümölcukor, más típusú cukorral készül. És a jó rántást alá teszel azért töltött káposztádnak, vagy...
a végén, igen. Amiben kicsit besülítse. Hát az lehet, azért az lehet. Kiszapelhelyisztel, igen. Egyszer csinálhatnátok egyébként a Ferivel egy ilyen kis együttműködést. Ha valaki, egy közös, valaki nagyon szűkölnek összeveszés összeveszés lenne a vége? Hordi Bálás? Nem, a Feri oldaláról lehet Hordi Bálás. Feri megjelen egy ilyen félbödött disznózsírral, hogy egy kicsit pirítsunk a lárnak a töltött káposztát, azért a Gábor leizzadna. Egyébként, ha már a bejklit említettétek, ugye a bejkli nem egy egészségtelen dolog, csak ne legyen benne mondjuk annyit cukor, és gyümölcsel kéne fogyasztani, almával mondjuk, tehát akkor könnyebben emésztődik, mondjuk reggelire. Tehát a bejklit nem úgy kéne együk, hogy ebéd után, nagy evések után az a cukros bejkli, nagyon nehézé teszi az emésztést, hanem mondjuk reggelire két szelet diós bejkli, egy szelet mákos bejkli, de ki tud két szelet bejklit megenni? Hát ha a bejklit teszel, megeszel fél kilót. Igen. Nem, hát ez külön étkezés, ha mondjuk a reggeli kása helyett bejeglít, gyümölcsel és aszalványokkal. Aha, de csak akkor, ha kását reggelizel? Tehát azok, egy nem pici zabkása elmegy hozzá, tehát így könnyebben emésztődik, mert az a baj, hogy a bejeglibe fog állni a bélben. Tehát valamivel lazítjuk a dolgot. Hát azért fontos, mert ugye a zsíros, tehát a bejegliben ugye a diótöltelék van, meg mágtöltelék, ezek több órával hosszabban mennek ugye a szervezetben, mint a többi étel, mint a saláták például. Hát. Úgyhogy mindenképpen így használható, csak nem úgy, hogy megeszek mondjuk 10 szelet bejeglit, és akkor semmi nincs. Jó, majd én erre gondolok majd akkor, amikor majd betolok másfél kiló gesztenyés bejegli egybe. Azt hiszitek, viccel, de tényleg betolja. Tényleg? Mint a szél. Mint imádom. A szél, igen. Na, mivel készültél már, Gábor, mit hoztál? Két témánk lenne, illetve hát ami beleférne, az egyik ugye ezek a fogyasztott húsok. Uh-huh. Egyre inkább. Ennek most ráadásul szezonja is van, ha valaki nem akar rendeset csinálni, gyorsan, igen. Gyerek van, földobja olajba, belekész. Igen. Az a csalóka, hogy a mélyhűtés egyébként egy egészséges technológia, hogyha valaki mondjuk mexikói zöldségköretet vásárol, vagy zöldséget fagyasztva. Az a gond, hogyha félkész vagy kész ételt veszel, mert akár a haltermék, akár bármilyen hús pogácsát veszel fagyasztva, abból az ipar belenyúl. Tehát az nem natúr hús lefagyasztva, mert ugye az nagyon nehezen, tehát az máshogy enged fel, az levetereszt. Itt olyan technológiák vannak, hogy hát egy kicsit ilyen virtuális hús jön létre, vagy másodlagos hús. Erről korábban régebben beszéltünk, de ez egy iparággá vált. Mégis ugye a háziasszonyok nagyon szeretik, mert hogy gyorsan elkészül a gyereknek, igen. Egy rántott harudacska. Hát vagy szinte ki se kell már engedni. Rántott csirke, ki se kell engedni, bedobod ugye a forró olajba, és pillanatok alatt megsül. Meg rá van írva, jobb, hogy... lehet vásárolni belőle, igen. Eláll. Meg gyors, egyszerűen tényleg hozzányúlsz, ott van, rá van írva, mint 60-70% csirkehús. De mit csinálnak vele, hogy ne essen szét? Tehát ugye itt arról van szó, hogy a húst megkutterezik. Ami azt jelenti, ugye, hogy késes vágókon teljesen pépesre, egynemű pépesre darálják, és itt jön a technológia, hogy olyan állományjavítókkal, testesítőkkel, stabilizátorokkal kezelik, hogy a tömege növekedni fog, tehát úgymond lazítják a szerkezetét, és vízmegkötést alkalmaznak benne. Nagyon egyszerű, módosított keményítőt tesznek bele. Lehet, hogy kerül bele egy kis szójafehérje, buzaglutén, zsemlemorzsa, ugye például, ha már a bejgli, ugye a bejglinek ha megnézitek, van olyan bejgli, aminek a töltelékében mondjuk ilyen 10-15% vagy annál is kevesebb dió van, zsemlemorzsával érik ezt el, meg ilyen búzadarával. Most ezeket használhatják a hústerméknél is, most már ugye rá kell majd írni, hogy van benne glutén, meg szója, fehérje, meg ilyesmi, és így jön létre az a húspogácsa, vagy az a halpogácsa, amiben sokkal kisebb mennyiségű maga a színhús, sőt, hát ugye inkább a nyesedékhús, és mégis az íze, az állaga, a fűszerezés, az aromák miatt, ugye van már hús aroma, tehát csirke hús aroma abszolút létezik, hal aroma is létezik, különböző fűszereket adnak hozzá, és így jön létre. De ha ráírják a csirkemell filé, akkor ennek ellenére nem biztos, hogy csirkemellből van? Tehát fölturbosítják azt a 40% csirkemellet még valamivel, egyrészt, hogy több legyen, kettő, hogy olcsóban kijöjjön? Akkor rá kéne írni, hogyha az más húst is tartalmaz. Csak de nem írják rá. Hát itt a nyesedéket használják, ami nem biztos, hogy rosszabb minőségű, de nem azt a filét használják, amilyen szép formás, hanem az elhullott részeget, ugye a nyesedéket használják, azt dolgozzák bele ezekbe a húspogácsákba. De ízre, állományra nagyon hasonlít az igazi húsra. Azért, ha meggondoljátok, hogy 20-30-40%-ban ugye más van benne, nem hús, hosszú távon, el lehet ebből adni ugye több tonnát. Én azt nagyon szeretem, amikor azt látod ugye egy feliratod, erről már sokszor beszéltünk, hogy 100% csirkehús. Fordítasz egyet az acskon,
megnézed, és ott vagy 63%. Tehát a 63-nak a 100%-a csirkehús. Ez megint nagyon egy jó, trükk, hogy ezt mondtad, ugye? Balázs, igen, abszolút. Mert 100%-ban, tehát a húson belül 100%-ban csirkehús tartalmaz. Csak a teljes termék esetében ez 60%. Azért, hogy mit csinál, oda nyúl, és azt látsz 100% csirkehús, nincs benne plusz, nem tudom mi, x dolog, megveszem a gyereknek. De annak csak a 63%-a 100% csirkehús. Egyébként ez értem, miért nem büntetik egyébként. Ez a fogyasztó teljesen egyértelmű megvezetése, hogy miért nem vágod a fogyasztóvédelem. Igen. Ezt nem szabadna így ráírni. Nem? Igen, igen, vagy valami konkrétabban, tehát hogy a húson belüli százalék. Én úgy tudom, hogy a törvény ezt megengedi ilyen módon, csak azért azt is jelzi, hogy jelölés nem lehet a fogyasztó számára félrevezető. Azért itt azért félrevezetésről beszélhetünk. Nagyon fontos mindig a címke, az összetétel, és hány százalék benne a hús, milyen típusú húsok vannak benne, mert vesztek egy pulyka felvágottat, abban is tehetem sertéshús, vagy lehet sertéshír. Ipari szalonna benne. Csak nem írják rá. Csak ugye döntő részben ugye azt mondja a törvény, hogy arról kell elnevezni a terméket, ami domináns benne. Az mit jelent, amikor azt látod mondjuk egy jó minőségű szalámin, hogy 100 g termék 150 vagy 160 g termékből készült? Az jót jelent, ugye? Az jót jelent. Szárítással, sűrítéssel készült termékeknél, ugye a vég térfogat, az kisebb lesz, mint a kiindulási térfogat. Ez ugye a füstölés során is ugye zsugorodik a termék, szárad a termék, és egy jó szilvalekvár esetében is azt látjátok, hogy mit tudom én, 150, 100, bocsánat, másfél kilogramm, ugye, vagy 2 kilogrammból lesz 1 kilogramm végül a késztermék, vagy akár lehet, hogy 3:1 az arány, és végül egy nagyon sűrű lekvárt kapunk. Igen, egyébként sokkal finomabbak, tehát ha azt látod, hogy 100 g szilvalekvár 70 g szilvával készült, ez egy ilyen híg, nagyon szilva ízű, de ugye még 30% más, és amikor azt látod, drágább, nyilván jóval drágább, nem is lehet összehasonlítani az árakat, hogy 100 g szilvalekvár 150 g szilvából készült, hogy belerakod a kanalat, és így megáll benne, mert annyira sűrű. Így van. Tehát akkor ez nem egy átverés, hanem egyszerűen annyiból készül. Ez teljesen valós, sőt, azért is egyébként lekvárnál kötelező ráírni, hogy hány gram kiindulási termékből készül a végtermék, hogy a fogyasztóképbe lehessen, abszolút. És a pektin, ugye ez egy olyan zselésítő anyag, ami egész szilárd lekvárt hoz létre. Sokszor az olcsó lekvárok, amiket sokan vesznek, az ugye pektinnel készül, és van benne mondjuk 30-50% gyümölcshányad. És akkor ezeket a húsokat a gyerekeknek például nem is ajánlanád? Azon háziasszonyoknak, akik mondjuk nem akarnak főzni, a gyerek egyen valamit, szereti, nátriumglutamát sajnos van benne, miatt van egy ilyen ízrobbanás, de mondjuk a gyerek tényleg kedveli, és csirkemell, filé, rudacskák, vagy ilyen, vannak már ilyen mese formák, mit tudom én. Tehát, hogy kisebb tápértékűek, nem mondom azt, hogy ne használjuk, ezek iparilag készített, gyártott hústermékek, a fogyasztónak ezt tudnia kell, amikor vásárol, és az, hogy ünnepekkor valaki vesz ilyet, azt én el tudom fogadni, de rendszeresen, állandóan szerintem egy kicsit ablakon dobjuk ki a pénzt, mert a keményítőre ne fizessünk. Aha. Hát, hogy a húst veszek, vagy húst akarok venni, akkor ne vegyek keményítőt. Hogy fogyasszál te is, meg a család is, meg a gyerek is nagyon sok halat, mert egyébként ha hal nagyon egészséges, azt ne azzal érd el, hogy ilyen előre panírozott halrudacskákat vásárolsz, mert az adott esetben több szénhidrátot meg fehérlisztet viszel be, mint halat. Pontosan, mindig meg kell fizetni azért, hogyha valaki készételt vesz, tehát a kényelemért fizetünk. A kényelemért fizetünk ilyen szempontból mindig gyakran egy gyengébb minőségű, vagy gyengébb összetételű termékkel fizetünk. De egészségkárosító hatás ezeknek nincsen, ugye? Miért csak nem, az átverés. Igen, van. De miért nem lép föl ilyenkor tényleg valaki? Hát, miért nem mondja azt, hogy nem írhatod rá, hogy 100% csirkehús, ha fordítasz egyet a papíron, én agyvérzést kapok egyébként boltokban, míg a Viki vásárol, én megyek utána, és mindent olvasok el, mert én meg imádom. És az 60 g csirke, tehát miért engedi? Miért nem vágnak oda, hogy nem írhatod rá, hogy 100% csirkehús, mert nem 100% csirkehús, csak 60. Kamu, a többi buzadarab, liszt, víz, mit tudom én. Miért nem vágnak oda? Hát nézd Balázs, szerintem ebben is lesz változás, igazad van. Tehát ez félrevezető, hogyha a csomagolás előső homlok részén van ez a 100%, ez félrevezető, de ugyanakkor kötelezik a gyártót, hogy ráírja a termékre, hogy a húson belül hány százalék volt. Ez egy új törvény, ez mikor? Ez januártól lép életbe, vagy rá kell pontosan írni, és föl kell pontosan tüntetni, hogy mi december van benne? December 14-től most nagyon sokára, igen. Szigorítják, szankcionálják, komolyan veszik, ellenőrzik. De jó. A fogyasztó tehát több információt fog kapni az allergénekről, a húskészítmények piacát is szigorítják, de a százalékokkal lehet bizony játszani, hogy 100% vagy 60%, az tényleg nem mindegy. Mindig a címke
És most ugye a címkét is, ugye úgy kell a betűket, a betűméreteket is úgy szabályozzák, hogy látható olvasható legyen végre. Legyenek ennek 0,9 mm. Végre, tehát nem írhatod le, hogy gyümölcs ital, vagy gyümölcs ízű készítmény, nem tudom, hogy gyümölcs ital, amiről ugye beszéltünk, és 1% gyümölcs van benne, és rá van nagy betűkkel írva, hogy multivitamin. Hát úgy rúgnám segbe az ilyet, tényleg, ráadásul mi vitamin, és a laikus szülő multivitamin. Hát jó, milyen jó hívó te. Szó, hogy multivitamin, érted? Igen. 1% gyümölcs. Reméljük, hogy változni fog. Szörnyű. Igen. Miközben ugye a tápanyag kiegészítőknek a jelölését nagyon megszigorítják, tehát az élelmiszerekről le kell venni mindent, nem használhatod, hogy mire jó, hogy mire hasznos, egy áfony, egy aszalt áfony, tele van flavonoiddal, nem írhatod rá, nem informáltod a fogyasztót, ezt én sajnálom, hogy ez a törvény ilyen szempontból szigorodik. Tehát ez, azt gondolom, hogy az élelmiszereknél is vannak olyan hatások, hogy segít a megelőzés, de megértem, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ezzel gyógyítani tud. Persze. Ugyanakkor egy multivitaminon rajta van, hogy multivitamin, és a fogyasztó, ha vitamin szót hallja, mindig pozitív emóciókat vált ki. Mindig, ugye a vitamin szó az alapvetően egy pozitív szó, egy multivitamin, pláne. És ezeket a kifejezéseket, és én azt gondolom, jó, hogy felmerült ez most abszolút, hogy ezeket is valahogy megszigorítanám, főleg, hogyha csak néhány százalékban. Hát főleg, persze. Cukrozott vizet iszik a gyerek megszínezve, 1%-os gyümölcs tartalom. Most az 1% gyümölcs tartalom, azt tudjuk, hogy effektíven nincs benne semmi. Tehát az 1% gyümölcs tartalom, az most benned is van, Jani, meg benned is, mert 3 hete megette egy fél epret, akkor van benned 1% gyümölcs tartalom. Hát tehát még az is jobb, hogyha mit tudom én, hogyha a 100%-os gyümölcsöt vízzel higítod. Hát bármi, igen. Jó, oké, tehát akkor itt óvatosak legyenek a szülők. Ők ezt nézzék meg, és nem kell a gyereknek minden este ezt adni, vagy akkor tényleg inkább két csirkemell fordítsanak kettőt az olajban, és inkább azt süssék meg. Így van. Mondtad, hogy van még egy nagy átvágás, erre még van pár percünk, ami ugye szintén a napokban kezd elterjedni, és ennek is nagyon sokan bedőlnek, és hogy erről is akarsz beszélni. Igen. Eljött az ideje, hogy beszéljünk a kókuszolaj, kókuszzsír átverésről, ha szabad így mondani. Ugye hát a szónak ebben az értelmében átverés, hogy nem mindenki tudja, hogy többféle kókuszolaj, kókuszzsír van forgalomban. Ugyanis vannak a gyenge, silány minőségű kókuszolajok, amelyek ugye a kókuszdióból származik ez a bizonyos kókuszolaj, de ezek úgy készülnek, hogy megszárítják a kókusznak a húsát, és így készül egy anyag, aminek az a neve, hogy kopra. És ez a kopra nevű anyag, ez a szárított kókuszdió hús, ez kerül tovább értékesítésre. Jó, hogy most ezt nem látjátok, hogy néz egy ilyen ki, és milyen illata, szaga van egy ilyen koprának, és ez áll, többé-kevésbé ugye raktározzák, és ezután kerül ez sajtolásra, és ebből a furcsa színű szagú koprából, ebből a szárított, füstölt kókuszhúsból préselik, illetve sajnos rosszabb esetben a tömegkókuszsírnál hexán nevű benzinszármazékkal kioldják. Szuperül. Ezeket mibe teszik? Tehát mi hol vagyunk veszélyeztetek, hogy milyen termékek? Ugye most ez nagyon nagy divat, hogy kókuszolajjal helyettesítünk bizonyos dolgokat. Hát a különböző dödrös fóliás termékeknél, amelyek túl olcsó, ugye a tömeg. Tehát itt is, amikor elindult a kókuszsír kérdés, akkor vagy a forgalmazás, talán még jobb minőségűek lehettek, de amióta tömeg kókuszsírok vannak, sőt, ugye átállt a margaringyárak is átálltak a kókusz olajra. A tömeg kókusz, a tömeg olajgyártás hozta magával ezt a gyenge minőséget, tehát most már merem mondani, hogy én magam is javasolom időnként a kókuszsírt, de nem ezt. Tehát nem ezt, nem a hexánosat. Jobb esetben préselik, tehát amire az van, hogy préselt, az mindenképpen, amire ez nincs ráírva, az valószínűleg hexánnal lett kioldva. Van, amelyiket hidrogénezik. Azt föltüntetik, hogy hexán van benne? Nem. Ugye? De hát szinte minden, technológiát nem tüntetik. Szinte minden napra forgó olaj, ami nem hidegen sajt, az hexánnal készül, ki ezzel ellen felemeltük a hangunkat, bár kifejezetten nincs kimutatva, hogy mérgező volna, de a hexán benzinszármazékkal való kioldás nem szerencsés. Aztán műtrágyázzák most már a pálmákat, tehát a pálma, a kókuszpálmát is, illetve injekciózzák a fákat, és emiatt ugye jobban terem, ugye ezt nem lehet permetezni, mert elég magas, ezért műtrágyázzák, tehát ott a környékét kezelik, és emiatt a kókuszsírba is bekerülnek különböző vegyszerek. Jó, de ez a műtrágyázás, ez gyakorlatilag minden egyes mezőgazdasági termék. Ez jellemző lehet. Tehát, ez jelen van, csak ugye egy messziről jön az áru, és ugye tudjuk, hogy minél messzebbről jön, annál kevesebb az információn, kivéve, hogyha mondjuk biominősített. Hát az a lényeg, hogy én magam is átálltam azokra a kókusztermékekre, amelyek a friss kókuszdióból préseléssel készülve azonnal a kókuszolajat letöltik. Nem hangzik túl jól. Nincs kopra, nincs füstölt, szárított kókuszdió hús,
és vigyázzunk most már, mert ez a piac is bővül, és tudjuk, hogy ha egy piac bővül, akkor a finomított, fehérített, szaktalanított termék kerül forgalomba. Hát most már meg kell nézni a minőséget, nem abban a helyzetben vagyunk, hogy örülünk, ha van egy fajta a forgalomba, hanem van 20 fajta a forgalomba, és most már rá kell menni, meg kell kérdezni, meg kell nézni, leinformálható forrásból kell vásárolni, és vegyszermentes bioforrásból kell vásárolni. Azt gondolom, hát hogy igen, ez a jövő. Ez a bio is tudod, szóval, hogy most tényleg, amiről pont a múlt héten beszéltünk, hogy ekkora csalódás volt, ez egyik legnagyobb kedvenc biomárkánkról derült ki, hogy nyomokban egyébként tartalmazott ezt, azt. Tehát, nem hogy... Egyébként ettetek már kókuszvirág cukrot? Hát azt nem, viszont van 40 liter kókuszolaj, olyan férje a kórhelyben, nem tudnátok elsütni. Hát köszi, fél áron nem, esetleg. Ott rendesen főzünk, tudod? Tehát ott ételek készülnek. Hallod, úgy, most vásároltunk be, nagyon jó áron volt. Hajrá! Igen, van eladó 50 liter használt sütőolajam, nem vitt be a molyból. Igen. Teszik, tudod. Jó, Gábor. Ezzel is vigyázni kell most. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Mit reggeliztél, drága Gáborom? Mesélj valamit. Ma sima zabot fogyasztottam. De csak így hozzá. De semmi. Semmi extra. Semmi kis feltét. Na. Zabpelyhet főztem kókusztejbe. Na. Majd áfonyalekvár került rá. Uh-huh. Na azért. Sima zab. Asszalt, fekete cseresznye volt. Egyre messze vagy a simától azért. És... csicsóka szirup ment rá, kis agavé szirup. Tuplán agavé szirup. Mitől ünnepnapot adtál magadnak? Almával. Megjutalmaztad magad? Ha ez előkarácsonyi? Ilyenkor akkor nincs sok időm, akkor csak így. Ja, hogy akkor összedobom. Aha. Összedobom. Aha. Tehát most nem volt annyira nagy tudatosság benne, hanem így, és azért gyors számolást végeztem. Akkor mit van olyan, hogy mondjuk mire véget ész, és az utolsó szirupot is rácsorgatod, az igaz, az első szirup megromlott? Nem. Ha ez már gyorsan készült, akkor mi van, ha van időt? Ez kényszerűen működnek, igen, és hát szinte minden ott van kéznél, és ezért menyülök a szekrénybe, és ott van a szirup, ott van a gzab. Jövő csütörtökön nem tudok rossz helyre nyúlni. Nagyon várjuk a karácsonyi menüdet. Nagyon. Azt biztos, azt meghallgatjuk, igen. Hoznék egy kis mintát akkor majd. Jó, jó lesz. Van, hozzá nekünk. Gábor, köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Jó volt, 8:30 múlt pontosan 5 perccel, jövünk Ákos hírei után. 3:49 múlt pontosan 1 perccel, szép reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk, Gáborunk elviharzott, jó, jókat mondott most is, mindig jókat mond, nem árt néhány dolgot újra elmondani. Tulajdonképpen azon gondolkoztam most így, hogy mondta a Gábor ezt a 20%-okat, hogy ezeket a 60-at, hogy én teljesen vele vagyok. Tehát nálunk tarkon verjük a jószágot, a desznyót, beletöltjük a bélbe, azt a 100% hús van a kolbászban. Ebben szerintem érted? Ez senki nem mutatja. Érted? Azt tudod, hogy mit evett, te nevelted, tudod a húst, paprikát, fokhagymát, kömény. Hát csak Feri, ha megnézzük, azért ez az esetek 1%-ában tud igaz lenni. Tehát, hogy azért... Tehát akik háztájit nevelnek, vidéken laknak... Hát nagyon kevesen vállalják már be. Meg kevesen vállalják, nagyon. Szóval azért a tömegtermékek, hát az azért tömegtermék, mert mi se nevelünk nagyon disznót, bemész, aztán megveszed, persze ügyesen próbálod kiszúrni, a legjobb az vitathatatlanul az. Tudod, mit evett, tudod, hogy ette... Levágod, megcsinálod, odaadod a gyereknek. Azt tudod, hogy a 100%-os sajtra nem mondják, hogy színhús. De azt mindenki tudja. Igen, hogy miből van. Mindenki tudja, hogy miből van. Amit a Gábor szerintem nem mondott, és amit szerintem még érdemes kihangsúlyozni, hogy nem kell lemondani az ilyen halrudacskákról, meg ilyenekről, csak mondjuk egy jól megválasztott körettel érdemes kompenzálni. Mondjuk azt a szénhidrátbevitelt, azt a plusz szénhidrátbevitelt, amit mondjuk a hal mellé oda pakol a panír. Aha. Igen. Na jól van, játszunk, hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Hello. Szia, Zsanett. Hello, Zsanett. Honnan hívtál minket, Zsanett? Bajáról. Bajáról. Milyen ott az idő? Mi történik Baján? Mesélj nekünk egy kicsit erről. Hát az idő igazából most jelen pillanatban egész jó. A kedvem már kevésbé sajnos, de... Hát rossz a kedved, meséld el nekünk, hogy miért. Hát egy kicsit jobb kedved lesz a beszélgetés végére. Eléggé nehéz helyzetbe kerültem sajnos. Most nem régiben elveszítettem a munkahelyemet. Úgyhogy jelen pillanatban is állást keresek nap, mint nap, de nagyon kevés sikerrel sajnos. Mit csináltam? Mit dolgoztam? Hát legutóbb igazából egy gyógygomba szaküzletben voltam értékesítő, előtte pedig adminisztratív területem. De hát itt Baján nagyon-nagyon nehéz sajnos munkát találni, pedig iszonyatosan szeretnék dolgozni. Próbálok képzéseken részt venni, most sikerült elvégeznem egy számítógépes hosszabb tanfolyamot ennek érdekében, hogy hát ha ezzel majd egy picit előrébb jutok, de eddig sajnos nem sikerült. Milyen jellegű munka feküdne?
Hát elsősorban adminisztratív területen szeretnék elhelyezkedni, pont ebből kifolyólag, hogy ugye végzettségem megvan hozzá, illetve van egy 3,5 éves kislányom, akit egyedül nevelek, és itt a munkaidő tekintetében is nagyon-nagyon nehéz, mert ugye el kell őt látnom reggel este. De nem a munkakeddel van gond? Hát azzal egyáltalán nincs gond, nagyon-nagyon szeretnék dolgozni, úgyhogy igazából ez lenne a legnagyobb karácsonyi ajándék most nekem, hogyha így indulhatna az új évem, hogy sikerülne találnom. Autó van, tud egy kicsit ingázni, ha valaki mondjuk Baján túl hallgat minket 100 km 50-30, nem tudod oldani. Van, úgyhogy igazából összefog a család, hogyha erre van szükség. Jó, tehát adminisztratív munka, Baja környékén. Szeretsz dolgozni, van kedved dolgozni. Van. Bírod is a munkát. Friss számítógépes tudással. Bármilyen irányba kell esetleg képezni magam, tehát bármire nyitott vagyok ilyen tekintetben. Hát ha most hallotta valaki, aki tudna munkát adni. Persze, ez azért, hogy erről beszélni, mert mindig jön egy csomó SMS, hogy adjuk ki a számodat, ezeket annál lecsekkolja, és akkor, ha tudunk, akkor természetesen segítünk. Sok helyre beadtad az önéletrajzodat, és sehonnan nem hívtak napi vissza? Napi szinten reggelem az így indul, hogy állásportálok végig böngészése, és folyamatosan megyek, de... Nem, eddig nem jártam sikerrel. Mióta tart ez az állapot? Mióta nincs munkád? Hát most már jó pár hónapja, augusztus végén szűnt meg a munkahelyem. Miből éltek? Hát családi pótlék. Családi pótlék. És azt mondom, meg ilyen alkalmi munkák, amit tudok, bármit elvállalok most jelen pillanatban. A kislány, hogy hívják a kislányt? Lia. Ő érez ebből valamit? Nyilván a hangulatodon, hát, gondolom. Igyekszem nem éreztetni vele, tehát hogy ő a legkevesebbet érezze ebből az egész helyzetből. Csak persze az, hogy az ember stresszes, hogy idegeskedik, hát, hogy feszült, igen. Hogy ne, hát azt a gyerekek meg aztán az ő kis szenzoraikkal még jobban leveszik. Jó, figyelj, elmondtad, hát mi lennénk a legboldogabbak, ha tudnánk segíteni. Zsanett, hát ha valaki ezt hallja, és azt mondja, hogy ő most keres valakit egy fuvarozási cégnél, adminisztrátor, titkárnőt, bármit, hát azért nagyon sokan hallgatnak bennünket. Jó, úgyhogy ha valakinek ki kell adni a számodat, akkor annál lecsekkolja, és a komoly a dolog, és elszánt az ember, akkor összekötjük a jót a jóval, és akkor hát ha tudunk segíteni, jó? Szurkolunk. Nagyon aranyosak vagytok. Nagyon sok jó érzésű ember hallgat minket, hát ha összejön. Hát ha valaki pont egy ilyen belevaló csajt keres, aki tudna nála dolgozni. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem, szerintem vihető a harmadikat, én már nem nagyon próbálnám meg. Uh-huh. Megállnál inkább. Igen. Jó, mehetünk? Így van, mehetünk. Na, megnézzük akkor, jó, hogy szól az első kérdés. Melyik tengert választotta ketté Mózes a Biblia szerint? Ez a Vörös tenger volt. Így van, hát így ez van. A Vörös tenger. Egyértelmű, nagyon jó. Megvan a nyakba akasztó, most ott vagyunk, hogy Morning Show Class FM-es sapka sál. Nagyon helyes kis ajándékok ezek, jól néznek ki. Hát igyekszem. Menjünk? Csecsék, ne kapkodj, ne kapkodj, az a lényeg, ne kapkodj. Jó. Itt szól a második kérdés. Melyik ősi indián civilizáció építészeti emléke a Machu Picchu? Ez az inkák, azt hiszem. Igen, jól van. Nagyon jó vagy. Nagyon ügyes vagy. Na, nagyon. Hasítunk. Na, Jani mondta, hogy állj meg, ugye karácsonyfa dísz, az a harmadik. És vagy megállsz, és elviszed a fixet, vagy kockáztat egy kicsit, és megpróbálod megszerezni. Mit tegyük? Annyira jó volt az első kettőben, ne? Hát ez a baj, nagyon speckó. Aha. Hogy mit mondtál, nem hallottam? Kockáztassunk. Megpróbálom. Így van. Jó, nézzük meg, hát a sikerül. Karácsonyfa díszért így szól a harmadik kérdés. Melyik város NB1-es labdarúgó csapata a Lombard FC? Erre nem fogadtam volna. Igen, ez nem volt egy könnyű kérdés. Zsanett, látod? Szuper, nagyon örülök neki, tényleg. Már egy kicsit jobb napod lesz, így ezáltal. Van, az biztos. Jól van. Akkor próbálunk segíteni, ha jönnek SMS-ek, azonnal szólunk, jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy elmondtad nekünk, hello! Köszönöm, kellemes ünnepeket, sziasztok! Nektek is, kitartás. Ciao, Zsanett, köszönjük szépen, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát reméljük, hogy valaki keres. Baj a környéke, valamilyen adminisztratív munkakörbe kellene egy ilyen talpra esett csaj. Na, jövünk vissza hírek után, arról beszélgetünk majd, hogy
Ugye kezdődik a karácsonyi ajándékok dugdosása a lakásban, és felmérték ezt egy külföldi felmérés keretein belül, hogy az emberek hány százaléka hova dugja az ajándékot. Vagyis x százalék ide, x százalék oda, ki talált már meg ajándékot, ki hova dugja otthon, milyen praktikákat ismerünk, hogy ne találja meg a család többi tagja. Főleg ahol gyerekek vannak, az ajándékot, kinek milyen bevett polsor, konyhá szekrény, ruhás szekrény van, ahova eldugja az ajándékot. Én erről most a laminált parkett alá dugtam, fel se tűnik a púp. Jó, de nálatok a laminált parkett most egy Vezúv, vagy egy Pompeji. Oda bármibe fér. Új autót vettem. Oda most, ha nincs garázs, akkor be tudtok állni autóval. Igen, azzal nem nagyon tudsz mit csinálni. Szóval utána járunk majd, hogy ki hova dugja a karácsonyi ajándékot, erről beszélgetünk Ákos hírei után, 6 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy érdekes zene után. Üdv az 51-es úton, sükösd előtt, gázolaj az úton, csúszás veszély. Ezt Peti küldte nekünk. Balatongyörök előtt a 71-esen két nagy kutya fut az úton. Egészségesek, elkoborolhattak, mondjátok be, hát ha a gazda nem vette észre őket. Ezt Laci küldte nekünk. 10-es út megint halott Budapest felé. Valójában minden reggel ez van. Ezt Gábor üzeni nekünk, és M3-as 204-es Pest felé trafi. Üzeni Pamela. Na! Aztán gyorsan, bocsánat, csak még egy gyorsforgalmi bedugult Kőbánya Kispest felé, a Kőhídnál a sor vége, nem láttam még mi történt. Valamint a Hűvösvölgyin hatalmas dugó, Nagykovácsi körforgalmig áll a sor, aki tud kerüljön, egy Zsófi küldte nekünk. A rutilos, ahogy betoltam magam a csendbe abban a pillanatban. Abba, egy pici csend, és azonnal rávágsz. Abban a pillanatban elkezdtem nyomulni. Na, csak annyit szerettem volna mondani, hogy van nekünk egy aktuális fotópályázatunk jelenleg a honlapunkon. Az a címe, az az elnevezés, hogy így készültök ki ti. Hát nyilván ez a karácsonyi készülődéshez kapcsolódik. December 9-e tehát már tart, 2015. január 15-éig tart. Nagyon komoly nyeremények vannak, ugyanis az első helyezett egy 50 ezer forint értékű készpénz csomaggal fog gazdagodni, tehát cash-t kap, illetve Morning Show-s meglepetés ajándékcsomagot, de természetesen a második meg a harmadik helyezett sem megy el üres kézzel. Már vannak fent pályamunkák. Már egy csomó képet feltöltöttek. Kemények? Van egy kicsit durva. Viccesek, nagyon jók. Nagyon jók az, amelyik most vezet, 150 like-nál tart. Igen, ha valaki nem is akar nevezni, érdemes csak kicsit fölmenni, röhögni, feldobni, felmenni, röhögni. Ugye a tényleg arról szól, hogy hogy készül a család, hogy készül a nagypapa, nagymama, anyuka, gyerek, ki az, aki a legjobban kiborul, ki az, aki lisztesen áldogál a konyhában, mikor történik az, hogy felborul a fenyőfa, és ezt valaki meg tudja örökíteni. Igen, és 50 kápi az első helyezetnek, aki a legtöbb lájkot kapja, nem második, kell. Harmadik helyezet pedig ajándékcsomag, de érdemes csak fotókat csak úgy kóborlás szinten is megnézni, ha valaki szeretne felmenni. Van egy-két durva már, tényleg? Igen, de amelyik vezet, most jelenleg az egy nagyon aranyos kis babás kép, az nagyon cuki, nekem leginkább azt tetszik, hát nyilván, mivel édes szájú vagyok, ahol két kisrác áll, az egyikük félmeztelen a konyha asztalán, és olyan ipari mennyiségben készítenek kakaócsigát, amit én még nem láttam. Tehát úgy néz ki, mint egy, nem tudom, egy cukrász termelőben állnának, vagy valamilyen sütőipari üzemben, nagyon komoly, de egy csomó vicces is van természetesen. Tehát ami olyan bulizos képek, aminek semmi közük nincsen a karácsony készülődéshez, gyakorlatilag bármilyen névnapra, születésnapra, stb. Így készülhetnek a fotón látható úri emberek. Igen, tudom, mert tényleg azért jó, mert bármit föl lehet tölteni. Bármit. Tehát ha bármit. Egy gyerek mesztelenül rohangál a nappaliban, az is lehet egy fotótéma, hogy így készültök vagy a karácsonyra. Vagy fekvőgépben fekszik valaki egy hatyvált, és visszajött, és a vigyorok. Persze, valami nem jött össze neki. Igen. Jó, morningshow.hu, ez a honlapunknak a címe, ha valaki esetleg nem tudná. És ott meg tudjátok nézni, nagyon egyszer egyébként, fotóverseny, fotópályázat, így van, fönt feltöltitek, megtaláljátok. Na, karácsonyi ajándékok eldugása. Érdekes kutatás, már leginkább az is érdekes, hogy valaki ezt kutatja, hogy hova dugják az emberek. Gondolom, ez olyan kutatás volt, hogy kimentek az utcára, aztán megkérdeztek 1000 vagy 2000 embert, hogy ki hova dugja el a karácsonyi ajándékokat, ki mit talált már meg, és hogy milyen bonyodalmak vannak ebből. Ezzel foglalkozunk itt az utolsó egy órában. És kiderült, hogy az emberek 60%-a a ruhás szekrénybe rejti el az ajándékot, ami nem túl ötletes, nyilván nagyon praktikus, mert nem nagyon tudod hova tenni. És ezek, akik a ruhászekrényben dugják el, ezen emberek egyébként utoljára hagyják a vásárlást, tehát hogy későn veszik meg, és akkor keveset van a ruhászekrényben. Állítólag a vásárlók 20%-a a spejzba dugdossa. A spejz nincs mindenkinek, nem? Hát azért az anyu megy be. Viszont anyu megy be, igen. 10%-a nem használt bőröndökbe tartja a Jézuska csomagjait. Az jó, az praktikus. 10% pedig a szomszédot kéri meg, hogy ott tárolja a meglepetéseket. Uh-huh.
Hogy átviszed a szomszédot, és megkéred, hogy rakja el. Ja, hogy legyen nálatok. Az azért gáz, mert hogyha a szomszéd meg téged kér meg, hogy dugd el az ajándékokat, és azt találja meg a gyerek, akkor azt gondolhatja, hogy azok az ajándékok, és ha még tetszik is neki, akkor óriás csalódás lesz belőle. De nem ezt találtam a szekrényben, anyu. Igen, és én teljesen fura és megmagyarázhatatlan ajándékok vannak alul. Nem az a titok nyitja, hogy olyan helyre dugjad, ahol annyira kézenfekvően, annyira nyilvánvaló, hogy senki nem gondol rá, hogy az egy ajándék, érted? Könyved, akkor azt berakod a könyvek közé. Úgy sem nézik át minden nap. Tehát felrakod a könyves polcra az új könyvet? Így van, senkinek nem tűnik fel. De a többi közé a sorba csak nem nézik át. Becsomagolva teszitek el az ajándékot, vagy a csomagolás az csak 24-e? Hát a... Hát én még nem vettem senkinek semmi gyerekek, én idén olyan ötlettelen vagyok, hogy ez valami elképesztő. Én megkérdezte a Virágot, megkérdezte most az egyik kis osztálytársnője, hogy mit kap karácsonyra, a Virág mondta neki, padlószőnyeget. Tényleg. És tulajdonképpen azt is kap, illetve hát azt is, mert ezen felül valamit még azért veszünk neki, de tök jó, őszintén, több padlószőnyeget. Ez van. Becsomagoljátok majd a padlószőnyeget? Most nem csomagoljuk ki. Hogy nem, nem csomagoljuk ki. Most egyelőre még nem tudja, hogy milyen színű, mert össze van tekerve. És az lesz a meglepi, aha, tök jó. Így van. Aha, a fenyőfalat, ott a műanyag zacsit lehúzza, aha, róla. Köszönöm. De ő mindenek örülni fog, hiszen észteres igitóval fogjuk fellakozni a szopájában a parkettát, úgyhogy boldog lesz egész ünnepek a... Nagy is lesz rajta egy kis tetli? Hogy boldog karácsony, te padlószőnyegen? Egyébként nagyon meg. Apa, hol van az ajándék? Van, nézz a lábad alatt. Na, hát ennyi. Rajta állsz, gyerekem. Igen, az eldugással az a baj, hogy annyira eldugod, hogy a végén elfelejtett, hogy hova raktad, és nem tudsz mindenkinek mindent odaadni. És februárban, júj, van még valami. Az egyébként tényleg van ilyen. Tehát, hogy a hónapokkal ezelőtt azelőtt veszed meg, hogy oda kerülne a karácsony fal, akkor simán lehet. Nekünk is volt ilyen, hogy elduktunk valamit, és így rohadtul nem tudtuk, hogy hol van. Tehát egyszerűen nem volt meg az ajándék, amikor be akartuk csomagolni. De hol tettük? Fogalmam sincs. És nem tudod, annyira eldugod, igen. De nem minden gyerek utat, nem? Szerintem nincs olyan, akinek kezdenéje. Amikor már a Jézuska mítusz elporlatt, akkor szerintem onnantól kezdve nagyon. Onnan indul a kutatás? Hát nekem onnan indult. Annak idején gyerekként azt tudtad, hogy addig nyilván nem kerestél, mert lerajzoltad a Jézuskának, hogy megírtad a levelet, és akkor a Jézuska hozta, de amikor kiderült a turpisság a Jézuska ügyben, onnantól kezdve meg tudtad, hogy annak már ott kell lenni a házban, a 24-én nem hozhatja haza anyád. Én nem emlékszem, hogy valamit megtaláltam volna a gyerekkoromban. Nem voltam ilyen nagyon-nagyon kutatós. Én mindig. Mindig kutattál? Mindig. Igen? Mindig. Aztán tök jó volt, mert sokszor kiderült, hogy egyáltalán nem, tehát hogy az utolsó pillanatban vettek valamit, tehát hiába kutattam, nem is találtam volna semmit. De ha találtam valami csomagot, akkor rögtön, hú, ebbe van az ajándék. És akkor kibontottam, és egy ilyen pohárkészlet volt, amit anyámék kaptak még, hogy hívják az esküvőjük, és soha nem bontották ki. És nagyon mérgesek és voltak, nagyon mérgesek, mert föltépted a csomagolást, és nem lehetett továbbadni. És mi van akkor, ha megtalálod? Visszarakod, vagy mit csinálsz? Persze. Tehát finoman nem jelzett, hogy észrevetted, hanem visszateszed, és úgy csinálsz, mint a semmit hát, nem találtál volna? Hát, ha játék, akkor szerintem vissza-vissza jársz, és játszol vele már. De miért, ha kardigán, akkor elkezdett hordani? Nem, nagyon menő. Az nagyon menő, hogy megtalálod, felveszed és hordod. Mi van rajtad? Hát az ajándék, amit megtaláltam. Nagyon jó meleg, és nem szúros, mint a tavaly. És elkezdett hordani, igen. És te miket találtál gyerekkorodban, vagy mit kutat? Ruhás szekrényen kutattál, vagy tudtad, hogy hol kell kutatni mindig? Nekem volt olyan, igen, tudtam, hogy mindig standard, ugyanabban a szekrényben voltak eldugva az ajándékok, és mindig megtaláltam. Tehát mindig valahogy így nem tudom, hogy anyámék nem gondolták túl ezeket a dolgokat, lehetett volna a pincébe, hogyha például apám eldugta volna, mit tudom, a farakár a tűzifa mögé, vagy elásta volna a szénbe, vagy valami, tehát hogy ilyen lett volna valami kis fineszesség a dologban, akkor az így tök jó lett volna, de anyám ez mindig berakta ugyanabban a szekrényben. A sarokba. De is tudta minden évben, hogy megtalálod? Lehet, hogy ezért is csináltam. De meg ha egyszer kellett volna szólni, hogy anya, tavaly is megtaláltam, tavaly éva előtt, és ne ugyanoda. Most direkt nem nézem. Ezért a szülők nem tudják, hogy kutat a gyerek. Tehát ők abban a naív hitben vannak, hogy valószínűleg úgyse kutat, elrakjuk, nem? Uh-huh. Tehát, hogy nem gondolod a gyerekedről, hogy amikor kiteszed a lábad a lakásból 10 évesen, amit elkezd kutatni a cuccaid között. Abban a pillanatban, hogy szörnyű dolgokat találod, még a karácsonyi ajándékok mellett, még egyébként elrejtve női ruhás szekrényekben. Mi lehet hát ez nem az én ajándékom, ezt inkább visszateszem. Igen. Figyelj, én abban a pillanatban, hogy karácsony környékén, ezt először bevillant, hogy meg kéne keresem az ajándékot, ahogy apám kiment, ahogy hallottam, hogy brum, brum, beindul az ill, már mentem a szekrényhez és kerestem. Tehát, hogy én mindent kikutattam, imádtam. És akkor úgy csináltad, hogy kikutattad, megtaláltad, visszatetted, majd karácsonykor kamura eljátszottad, hogy örülsz neki? Igen. Mert ugye ez két esélyes a dolog, egyrészt ugye megtalálod, de utána ugye el kell játszanod, hogy örülsz neki, igen, és a saját örömödet ölöd meg. Én mindig karácsonykor jöttem rá, egyszer még nem voltam nagy kutatós, hogy nem jó kutatni, és én ezért nem kutattam, mert ott viszont meg már hamis az öröm. Igen.
Mi van benne? Kell játszanod. Na, szerinted mi van benne? Bicikli. Ja. Bicikli! Már három kört mentem előre. Miért használ? Igen, le van esve a lánca, és egy hely le van horzsolodva róla már a festék, mert hogy eltaknyoltam. Mire használt ennek a biciklinek a gumi? Ez van a túljön a metű. És inkább megtaláltad, és átadtad saját magadnak, és aztán örültél és karácsonykor. Nagyon örültem neki. Nem lehet várni 24-ig. Volt egy autóversenyem, képzeljétek el, volt egy ilyen nagyon primitív autóverseny, ilyen 8-as alakba ment egy autó rajta, és egy rugó volt az, ami így futott benne. És akkor egy kis autónak az alján volt egy ilyen kis pöcök, azt így beleraktad így ebbe a rugóba, és az vitte körbe. Annyira primko volt, mert két pálya volt egymás mellett, lehetett versenyezni, de hát baromság volt, mert ha egyiket hátrébb raktad egy picivel, nyilván az veszített, mert mind a két rugó ugyanazzal a sebességgel ment. És akkor tudod, hogy nyomtad a gombot, hogy hihetetlen ingerszegény volt az egész, nem történt semmi a pályán. Na, egy ilyennel játszottam, és a macska is ott ült az ágyon mellettem. És így nézte. Nézte egy nyolcas, és valószínűleg arra gondolt, hogy valami fut abban a vál, egér, belekarmolt, és így kitépte belőle a rugót. Én meg így álltam, és így visszatömködtem, visszacsomagoltam mindent, beraktam a szekrénybe, és rettegve vártam, hogy lebuksz. Rettegve vártam a szentestét, hogy úristen, nem fog működni, és mondtak, nem játszol vele? De ha majd egy picit később előveszek a Last Lee-ből. Igen. De Janika, hát menjél, most kell játékolat. Autóverseny. Nem volt könnyű megtalálni, nem volt könnyű kifizetni, nem volt. És aztán ilyen félve a kezembe vettem, megnyomtam, és működött. És abban megkönnyebbültél. Akkor megcsókoltad a macskát. De az nagyon kemény volt, akkor nagyon be voltam tojva. Anna, te hova dugod? Szomszédba szoktam néha. És az ajándékot? Igen, és az ajándékot. És az ajándékot. És az ajándékot. Mondod a kedves szomszédnek, egy kedves szomszéd, becsomagoltam, tegyél már el nekem, amíg jön a Jézuska. Igen, volt erre példa. Akkor nagyobb mondjuk társas játékot veszünk. Hát azért mi egy 50 négyzetméteres lakásba élünk, igen korlátozott a hely. Szekrény tetejére szoktam egyébként tenni, a gardrób szekrény tetejére. Van félretéve egy-két cipős doboz, ami olyan nagyon szép, és nincs szívem kidobni, valamiket mindig bele lehet tenni, gesztenyét ősszel, amikor szedünk meg ilyeneket, na azokat kiürítem, és akkor ott szoktam eldugni. Igen ám, de hát az egy korlátozott méretet cipős doboz, még egy bakancs esetében is, és akkor szomszédnénihez át szoktam csöngetni, hogy legyen kedves abszolválni a dolgot, és akkor 24-én szépen bevarázsolódik a falra. Dugja már el! Nekem most Annácska, nehogy magának, tegye már bontogatni. Volt erre példa, bizony. Hogy kibontotta, belenézett? Hogy mi? Nem, hát látta, nem nézett. Ha olyan nem volt, hogy vendégek voltak, kicsit felvoltottam az étkészlet. 23-án mentél át, és az a pulóver, amit a Petinek vettél volna, abban nyitott ajtót. Kicsit fáztam, aranyom. Nagyon jó ez a kardigán. Nagyon jó neki, nagyon szeretjük. Kellemes ünnepeket. Olyan volt egyébként, csak két alsó van benne. Ja, a harmadikat mindjárt hozom. Mindjárt, olyan jó. Olyan volt, hogy izgultam, hogy otthon legyenek, bevallom. Tehát úristen, elmennek, valami történik, érted? És nem jön meg a Jézuska nálunk 24-én, tehát azért az mindig egy ilyen kis para, mindig csekkelem, hogy igazán otthon vannak-e. Igazán jó felség. Persze, Anna elteszük is, tudja, hogy 20-án elmegy, és ja, ötödik jön haza. Igazán jó, én imádnám azért. Persze, hozza csak át. Ott állsz 24-én, nyomod a csöngőt, és senki. Csalódás. Úristen, és nem jön meg a Jézuska. És ötödikén vissza, nem szóltunk, hogy nem lesz. A kutya fáját, az igazi rohadék. A kutya fáját neki. A rohadék szomszéd, hát ilyen nem volt még, de mondom, az egy jó lelőhely ott nekem, hogy eldugó hely. És gyerekkorotokban más nem találtatok, amikor karácsonyi ajándékot kutattatok? Nem volt ilyen traumatikus élmény, hogy szembe jött azért egy-két lengéröltözött dolog, amivel még nem tudtad hova tenni? Nem, azt apám volt, de nem láttam. Azt elvitted is azzal alattán nyomt. Ugye? Hogy azért volt, ott volt. Gyerekkorban az ember tudott más találni, mint ugye karácsonyi ajándék kutatásának indult a dolog, aztán egyszer csak rájöttél, hogy hát itt ez a VHS kazetta, nézzünk már bele, hogy ebben mi van, ugye? Vagy a szülők világjárók sorozata mögött, ugye a nagy a könyvespolcon a világjárók sorozat mögé bármit el lehetett rejteni. Révai lexikonok világjárók sorozat, ugye, mit tudom, Csehország, ez a 600 oldal, tudod, ember nem írt ennyit soha, mit tudom, ez egy Csehországról. Levetted, egyet kiszedtél, be tudtál a sor mögé nézni, és hát ott azért csodálatos dolgok lapultak. Nála fotók voltak, nem? Tényleg? Akkor még a mi időnkben nem volt, illetve akkor meg még igen, ilyen VHS-ek. Egyébként ezt a valóságtól, mert egyébként fekete-fehér képek azokat voltak. Szerette 30-as és nem voltak évek. Rosszak, igen. Nem voltak és utána álltál a karácsonyi falat, és vártad a félmeztelen női képeket? Miért nem kapom meg? Miért nem kapom meg? Miért nem? Hát olyan kedves apától, hogy már ennyire felnőtt neki. Milyen szép ajándékok ezek, laporzunk még, ugye ott azért az ember bele tudott botlani más típusú dolgokba. Bele, de aztán eltűntek onnan. Az a baj, hogy szerintem észrevett, hogy talogattam a könyveket.
Abban biztos lehet, hogy egy szülőnek hozzányúlt, tehát egy gyerekkorban a ruhásszekrényéhez, ő előbb-utóbb az kiszúrta, hogy te ott persze illetéktelen dolgokat találtál, igen, vagy kerestél, vagy oda nem való magad, dolgokat. De nem voltál ügyes. Hát nem, persze. Nem. Meg azt egy szülő észreveszi. Hogy ne, és akkor átrakta máshova? De átpakolta. Az a baj, igen, sajnos eldugta. Volt olyan nyúltából a megszokott helyre, nem volt ott, leizzadtál, és nagyon ideges lettél, és elkezdett keresni. Hogy miért nincs itt, miért nincs itt? Ha, igen, hol van? Miért veszik el tőle? Apa, hova tetted a képeket? Hova tetted a képeket? A spárgázó lővel, meg azzal a lovas fotóval. De mi fekete-fehér meztelen képek az, voltak? Az menő. Nem? Magány volt. Nem tudom, hogy onnan szerezte őket. Hát nyilván ugye azért nem egy keletű dologról van szó. De hogy így beújított őket. Ez a 70-es években kincset ért, ha volt egy külföldi magazinod. Azzal bármit meg lehetett csinálni. Bármit elértél. Ha? Nem? Így van. Persze, ez is olyan helyekre dugta, ahol nem keresnem. Így szereld az illedet. Tudod. Igen. Olajos kézzel ne nyújj hozzá, tudod. Igen. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatói, ki hova dugja a karácsonyi ajándékot. Én megettem a szaloncukrot, és mindig úgy zártam vissza, hogy ne vegyék észre. Anyám azt hitte, hogy átverték. Hát ez a klasszikus fáról levés, ugye? Nem ja, teljesen ajándék eldugás témakör. De amikor úgy veszed le a szaloncukrot, hogy kiveszed belőle magát a szaloncukrot, meghagyod a belső ívét, hogy meglegyen maga ugye a bolt ív, és finoman visszacsomagolod. És jön a tesó, vagy jön a nagymama, aki szintén rámar arra, és csalódott a látja, hogy az már üres. De nálunk apám volt a legnagyobb ebben, szintén. Hát az, amikor hallod magad mögött, hogy bealudták karácsonyt, és hallod magad mögött, hogy valaki így surran zokniban a fához, tudod, és így hallod, hogy recseg, ropog, és visszatekeri, és tudod, leül, és látod a szemed sarkában, látod, hogy az öreg pislog, tudod, feléd, és úgy ül vissza a fotelbe, tudod, hogy jó van, akkor fekszem aludni, mert most már érte. Késő van, tudod. És lelegelte az egész fát, állandóan soha nem jutott belőle semmi. Maradt 2-3 a tetején. Amit nem értél el. Amit igen, nem értem el. Nem, igen, az nagyon klasszikus, igen. A tetején oldalt meg hátulról, még tudtál hátulról. Tehát a szaloncukrot mindig a rutinosabbak már úgy keresnek, hogy elől tudták, hogy semmi nincs. Persze. Vagy a család, vagy a testvér valaki lett. Hátra mentél és fölnyúltál. És ott még volt egy-kettő. Mekkora csodás volt, amikor oda mentél, és az szépen volt visszacsomagolva, tényleg kőprofi volt, és megnyomtad, és így behorpadt. Basszus, az összes csomósat megette. Az ismerősömnél, képzétek el, hogy úgy, hát ez ugye szintén 70-es évek eleje közepe felé, hogy 2-3 éves szaloncukrot raktak fel, ez a Konzum szaloncukor, ami nagyon kemény. Tudom, és ilyen rózsaszín, fehér, nagyon éves kemény. Volt. Na, azt legeljétek, mondta az apuka, és azokat akasztották föl, és ugye, mikor rámozdult a család, így mentek lopni, olyan kemény volt, hogy nem lehetett elharapni. A frissek meg len voltak szépen eldugva, és a 3 éves szaloncukrok voltak a fán. Na, az fönnmaradt. Ugyanúgy. Az bűncselekmény emberek ellen. Az bűncselekmény volt. Az nagyon kemény volt. Rózsaszínű volt, fehér volt. Csokis, ez a csarna. Csokis, és ehetetlen. A legdurvább a fehér fondant volt. Fúj, de undorító volt. És ezüstszínű volt a papírja. Bizony, fehér volt a vége. Fehér papír, és akkor igen. És közepe meg ezüst. És reménykedte benne egy zselé, és hogy valami ráharaptál, és abban a pillanatban tudtad, hogy ez az. Ez az, amit nem akartál. Kiköpted, vagy visszacsomagoltad, kiköpted, visszaraktam. Tényleg. Na, náluk ezek lógtak. Az nem kellett senkinek. De megenni nem bírtad. Megenni nem bírtad. Egy múlva is föl tudta tenni a fára, tényleg. A zselésöt is úgy értétek, hogy leszopogattátok róla, mindig először a csoki mász, és pedig igen, utána, ha pedig külön a zselét. Igen. Úristen, 10 perc volt, amíg egyet ettem. Hát igen. De akkor még nem volt ennyi nyugati édesség. Nem. Tehát akkor tényleg a mikorumban pedig egy zselés szaloncukorért azért öltél, és azért etted le a fáról, mert nem volt az, hogy bementél tényleg egy hiperbe, és megvetted a mit tudom én, a ilyen csoki háromszög alakú lila színű, piros színű, semmi nem volt. Tehát akkor egy zselés szaloncukor áhítatta, ott lógott a fán. Csak 25-26-án már nem volt három, nem ettél hármat, akkor nem éltél igazán, nem? Ez így van. Bizony. Ez így van. De jó volt. Nagyon szopogattam azt a zselés szaloncukrot, közben nézegettem azt a kereket cserélő kezes lábas böltözött félig meddig nőt, és már nem félig meddig volt nők, félig meddig volt felöltöz. Há, Isten, ez a régi szép karácsony. 5 éves lányom véletlenül megtalálta a ruhásszekrényben a karácsonyra vett könyvet, és nyugodtan odavitte az apjának, hogy olvasson bele, de helyesen. De ha jobban elrejtem, akkor el szoktam felejteni, és sokszor csak januárban találom meg az ajándékot, írja egy hallgató. Kisfiam 4 éves volt karácsonykor, mondta, hogy anya, te tudtad, hogy a Jézuska hamarabb jött? Ezeket már láttam az ajtó mögött, szólt oda, mert hogy... Igen. A nagyfiam az ajándéknak szánt tévét az ágynemű tartóba dugta. 2 hétig izgultunk, nehogy megtalálja, miközben ott aludt az ágyon. Elrakták igen, a tévét az ágyba. Ugye volt az ágynemű tartó. Igen, vagy hát az még igen van is, ugye, és az ágynemű tartó az mindent elnyelt. Oda tudtad rakni az ajándékokat, igen. Volt. Igen. Nekem anya egyszer
annyira eldugta a karácsonyi ajándékomat, hogy még ő sem találta meg, csak májusban tudta odaadni. Ez Eszti küldte nekünk. Akkor már jobb hátteszed a következő évre egyébként, nem? Nekünk jól jött, akkor volt a születésnapom. Itt, igazából. Igen. Novemberben jelent meg annó az 5. Harry Potter kötet, én csak karácsonyra kaptam meg, de megtaláltam a szekrényben elrejtve. Titokban olvastam, amikor anyukám dolgozott, karácsonyra már a felét elolvastam, de lebuktam. Gyerekem, miért a közepén kezded a könyvet? Idáig már megvagyok. De kedvesen könyvjelzőt is raktak bele. Igen. Anyukám észrevette, hogy a 250. oldalon vagyok 24-én este. Az mekkora bukó. Az mekkora bukó. Gyors olvasástan folyamra jártam szabadidőmbe. Milyen ügyesen olvasod? Most kaptam meg ezt a könyvet egy órá, és már a 250. oldalon vagy. De ügyes kis hát srác vagy. Falod az oldalakat. Igen. Hajnagyon helyes SMS-ek ezek, igen. Én mindig kutattam az ajándékok után, de az ajándékot soha nem találta meg. Anyu dugi pénzét mindig. Volt, hogy kereste, hogy hová tette a dugi pénzt, persze sehol nem találta. Ezt Zsolti küldte nekünk. Ezt a dugi pénzt megtalálni, elkölteni, azért az nem túl hálás dolog. Nem? Szülőfére teszi, elkölti a gyerek, az kemény, igen. Tavaly kaptam egy állatos könyvet, mert anyám akkor találta meg, igaz 8 éve dugta el. De legalább idén tudok mit adni a kereszt fiamnak. Jó. Igen, én mindig megmondom az öcsémnek, hogy hova dugja az ajándékokat, csodálkozik, hogy megtalálom, Józsi. Írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Annó öcsém jókorán megvette mindenki ajándékát, még nagyon kicsi volt, 2 hónappal előtte... Micsoda? Csak annyi volt, hogy kakaós csigát kaptunk tőle. Ja igen, hogy 2 hónappal előtte már megvette az ajándékot, csak mindenki kakaós csigát kapott tőle, igen. 9 éves voltam, amikor a karácsony előtt az egész házat átkutattuk ajándékokért, de nem találtuk sehol, majd szenteste meglestük, édesanyánk a tévé tetejéről vette le a csomagokat. Milyen rutinos szülő. Ugye, ha eldugodott, keresed, nem, és igen. Ott nem keresed, igen. Ezért jó a cipős doboz. A többi cipős doboz között senki észre nem. Nem, mondom is, meg hát nem érik el, mert jó, magasan van. Amikor kicsi voltam, kerestem egy videókazit a szüleim szobájában. Azért az igen, ott is, hogy milyen videókazit. Igen, ott milyen VHS-t kerestem, csoda dolgok lehettek rajta. A szekrény aljában találtam meg egy babaházat, mikor azt kaptam karácsonyra, akkor esett le a Jézuska dolog. Igen, a gyerek nem tudja, hogy a saját örömét teszi tönkre a kutatással. Akkor jó, ugye? Csak 24-én este. Igen, akkor már egy kicsit kellemetlenebb. A nagyfiam az ajándéknak szánt tévét betette az ágynemű tartóba. Igen, hát ezt már olvastam, de köszönjük szépen. Ez az ágynemű tartó. Köszönjük szépen az SMS-t, mert ezt többen is megírják, hogy nagy tévét vettek ágynemű tartóban, tárolták. Ja, ez egy másik ágynemű tartó. Hovarabták volna. Hát persze. Igen. A szoknyáim alját vartam össze, és abba tettem. Ez nagyon jó ötlet, mert ugye fölakasztva tartod a szoknyát. Igen. A korcánál van két én kis akasztó, és bevarod az alját, beleteszed, ennyi. Na jó, de amikor felveszed a szoknyát. Hát és benne van két meccskongsz. De mit tudsz belevarni egy szoknyába? Egy könyvet, bevarod az alját a szoknyának. De milyen zsákszerű lesz. És akkor zsák lesz, fölülről meg telepakolod. Hát, ja. Bizony. Macerás, melós. Valakinek fél a szoknyájába rendesen. Jaj, most kinézel valakinek. Hát nem, valaki, hát kire nézek, a zsűre? Hát, habár mondjuk, elég furcsa srác. Szerintem van ott, hogy otthon. Az vagy, miért van, hogy az ember az egyikében tök ötletes, és mindenkinek tudja előre, hogy mit a második ötletben meg fogalmadni, vagy a második évben pedig fogalmadni. Tehát ez hullámzik. Most nincs ötlete. Gyerekek, olyan bajba vagyok, hogy ezt el nem tudom mondani. Hát szerintem van mit venni. Vegyél neki gyerekruhát, az az most bejön. Hát egy picit kicsi lenne rá, nem? Ja, de szerintem jól áll. Én szeretem azért, hogy jól öltözik, de a gyerek ruhája egy kicsit kicsi lenne rá. Két szof, kis, hogy hívja? Ja, értem, tehát legyen az, hogy mivel most jön a gyerek, így most a gyerek. Most minden. Aha. Mert ha a gyereknek veszel, neki is veszel. Ne, szerintem egy nőnek olyan ilyenkor, nem jössz ebbe velem, hogy... Mennék szívesen, de... Ilyenkor nőies dolgot kell venni, Balázs, hidd el nekem, arra vágyik, én tudom, csak itt ül a hátam mögött, nehéz beszélgetni. Szóval én szerintem nem ilyenkor, nem, pont, hogy nem de gyerekes mi, dolog kell. De mit? Milyen nőies ruhát? Hát olyan, ruhát nem tudsz neki most venni. Ja, nem tudok, majd amikor, de arra kell már. Ja, hogy amikor már nem lesz. Igen. Vagy ékszer? Egy olyan dolog, ami csak az övé, tehát nem az, hogy kisbaba cipő, meg majd egy de nem jó, de Viki nem ékszeres például. Tehát te mit újítasz? Hát majd nyilván elmondom fél tízkor. De milyen témakörben mozogsz, vagy merre mész? Hát azért a békának... Hagyjál, már nem fogom lelőni saját magam a zsenialitásomat. De van, jó nyomom vagy, jó ötleted van? Átadható az ötlet? De úgy értem, hogy mit tudom én egy fénykép albumot családról lesugod nekem. Személyes. Én azokat szeretem. Az jó.
Személyes. Az, elárul neked, 7000 forintba került az a személyes dolog. Tehát, hogy nem pénzkérdés. Annál az csinálkölcsön, annál. Ha ma mész intézi, vigyél már engem is a hónad alatt. Bármi is az hozzá ment. Nem tudom, gyerekek, én ilyen valahogy nem tudom olyan. Ötlettelen. Más ötlettelen. De máshol van az a gondolataid. Már neked máshol vannak. Már nem erre koncentrálsz, hogy karácsony, hanem a de karácsony, csak hogy mit vegyek magamnak. Körül. Ja, hogy magam. Igen. Ülepje meg saját magam. Nem, ki nem? Tavaly tök jól ment, és most idén valahogy ilyen totálisan fantáziátlan vagyok. Ez olyan, mint a háziasszonyoknak, tudod, ez a mit főzzek hétvégén. Szeretsz csinál, szeretett csinál, csak valaki mondja meg, azt és te szívesen megcsinálod. Ez a mindig ez a talált ki, ez egyébként szerintem sokszor teher. Tehát persze, értem, hogy a szeretet, meg mindenki tele van jó ötletek, egy gyerekek, én ezt bevállalom, én annyira szenvedek, mint a kutya. De valami, valami... Nekem most nincs ötletem. Figyelj, ha meglepőt is tudok mondani, meg praktikust is. Hogyha praktikusról van szó, akkor majd, hogyha ha megtörtént ugye a gyerekáldás, akkor vidd el szépen a kedvenc cukrászdájába, és A-tól B-ig, balról jobbra, így vedd meg neki az egész pultot. De azt mondják, annak mindenképpen örülni fog. Igen, mert nem ehet édességet. A második meg az, ami szerintem meglepő lenne. Megveszem neki a cukrászdát. Csak a gindulás. Hogy a másik meg, mondjuk a 3D-s ultrahang alapján. Igen. Nyomtasd ki neki a gyereket 3D-s nyomtatóval. Ez már szóval szerintem pervers. Hogy örülne? De azért mondom, ez mekkora lenne? Te láttam már 3D-s képet, tehát jó aranyos fölismer. De azért, hát azért. Tehát az ténylegesen 3D-s. És képzeld el, én most voltam 4D-n, azt mondtam a szonográfusnak, hogy azért remélem ennél szebb lesz. Ez volt az első mondani, hogy szeretem meg saját gyerekem, mindenkinek a saját gyereke a legszebb, még egy kicsit maradj jobb bent, és szépüljön. Nem, persze, azért. Nagyon szeretjük, nagyon, de még egy hónap azért ráfér. Tehát, hogy úgy egy kis béka szemével ott tudod állni. Valót megzaválom, de azért még egy kicsit szép, azt kinyomtatom 3D-be, a gyerek felsír. De professzor úr, de még nincsen kész. Ugye nyugtasson meg, ez nem marad így. Nem, ez még csak a 8. hónap. Az utolsó egy hónapban nagyon sokat fejlődnek. De ez egyébként jó ötlet, ez a 4D-s ultrahangos kép kinyomtatás. De 3D-s nyomtatás. Kinek van meg a saját gyereke? De miért örülne? Mert ilyen senkinek nincsen. Alló, túrót nincsen. Nem, ez szerintem ennek nem örülne. Személyes dolog. Gondolom, már le akarod nyúlni az ötletet azért. Igen, gondolom, már viszed az ötletet. Ha már lenyúlja az ötletet, éppen már vinnéd mi. Szerintem ilyet ne vegyél neki, hú, de jó ötlet. Tessék, te mit kértél a Petitől? Mi? Nem, soha nem kérek, meglepcsi van. Amit lepcsi? Igen, tavaly nem. Mivel lepett? Mi volt tényleg? Csak hát, ha valami ötletet nyúlok. Ja, hát tavaly, hát tudod, a tésztagép. Ja, tényleg. Nagyon-nagyon szeretek tésztát készíteni, szeretem az olasz konyhát és a friss tésztát. És Ferivel konzultált, én konzultáltam Ferivel, és mindig emlegettem egy bizonyos márkát, hogy de örülnék egyszer egy olyannak. És akkor az egyik ajándék az volt, mert kaptam parfümöt is, meg olyan dolgot, ami egy kicsit, hogy úgy mondjam. Na, de most a parfüm, a tésztagépben ugye benne van az is, hogy a családnak csinálom. Aha, meg, a meló. Meg a meló, de én ennek rettentően örültem. Nem annyira, tehát a parfüm jó, de a parfüm nem személyes. Nem az, hogy vesz-e valaki egy illatot, ha ízlik, használja, nem ízlik, nem használja. Menjél el a parfümőrhöz. Menjél el a parfümőrhöz, aki itt volt, nem Zójomi? Igen. És csináltas egy személyre szabottat. Kicsit az alapján, az alapján, amit te tudsz a Wikiről, érted? Tehát uh-huh. Odamész és elmondod, hogy az én feleségem ilyen ezt szereti, igen. És csinál egy személyes parfümöt. Nem akarok most sokat költeni. Hát mondjuk igazad van, akkor vegyél neki. Én ettől a hülye költekezéstől is egyébként kivagyok. Igen, tehát egyébként nem. Én olvastam, hogy én valami 80 milliárd vagy 100 milliárd forint gyerekek. Hát ez többen, nem vagyok anyagias, de hogy kicsit értelmetlen. Hát túllőnek az szóval emberek sokkal célon. Totális túllövés, igen. Totális halmozás, a 150. ugyanolyan valami, tudod, közben, tehát nem, most így, igen, meg lehetne, de lehet sincs. Drág, mert nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen személyes sokba. Pal, nagyon sokba. Több akkor pisil bele a nevét a hóba. Ezt szeretem benned. Kimegyek. Milyen romantikus. Bizony a csípőmozgással egy lombadával belepisilem a Victoria. Rajzolok egy szívet, és én belérom a Benit meg az új kis jövevénynek a nevét, addigra kitaláljuk, és meg vagyunk kicsi. Átkötöm egy masnival, reméljük nem olvad. De gyalkát hozzá. Hallod? Ha kifogy a tár, én átugrok a felkiáltó jeleket, én befejezem. Gyere már rá, tényleg. Tényleg, segíts már egy kicsit. Hallod? Na mindegy, nem, csak úgy az ember néha szenved egy kicsit. Persze, ezt nem illik bevallani, és megint én vagyok az, aki mint a mágián ég majd el, hogy én ezt bevallom, de néha tudok egy kicsit szenvedni, hogy kinek mit. Most mi van, hogyha ezt a Beninek? A pisit? Ez nagyon gizda. Nem, ja? Nem. De mi van akkor, hogyha például nem esik a hó, szerzel valahol egy hóágyút, és az egész
Na, mert aztán az a spórolásról szól. Hozzátok a hóágyút! Most mondom, nem kell megmenni. Most mondom, hogy egy kicsit hozzátok a hóágyút, Henikén, havat akartál, tessék. Hogy csak nálatok lenne hó. Ez érted? Tök jó, és veszem elé egy hegyet, és csak akkor lesiklatok. Nem kell, csak, csak magát a telket. Tényleg. Ez tök jó. Ez nagyon jó. Csak lehet bérelni, ez nem lehet olyan sok. Ez annyira tiszta, én sose csinálok ilyen. 2-3 millióból biztos meg. Nekem ez a szerepem ebben a műsorban. Az összes nyomorult reklámfilmben ilyen ötletek vannak. Hogy én ez vagyok, meg a szeretteidet ilyennel. Ez vagyok ebben a műsorban, aki tudod a gizlede, hogy életemben nem csináltam ilyen megalomán dolgot. Soha. Tehát ez az észszerűtlen. De ez nem megalomán. Hozadsz egy hóágyút a hegyről, berakod a vizet és befújatod. Hát az ötlet zseniére. Nem megveszed. Most lehet, hogy 20 ezer forint az egész buli. Képzeljük el január 5-ét az óvodában. Gyerekek, mit meséljétek el! Mi volt a karácsony elnék? Föláll Petike, Legót kaptam. Jaj, de ügyes vagy. Föláll Norbik, amit kaptál. Egy kedvenc pulóveremet, és egy ködös. Menike, mondd el. Apám hozatott egy hoány, és saját havat. És 6 köbméter saját havat. Jól van, mert és tudod, így megáll az óvónő kezébe a kanál, tudod. És átjönnek meghallgatni a történetet. Nem. Tehát az megfagyott víz. A normális érték ítéletre. Mit kaptál, Beni? Jeget. Na most erre érted. Hát csak jobb sztori, mint hogyha, mint a, majd amit Virág foly maga mesélni januárban, mit kaptál padlószőnyeget? A két véglet, tudod, a két gyerekben, mit kaptál padlószőnyeget? Én meg havat. Megkérni a Kassa Tibit, hogy ahhoz az ablakhoz, ahol kinéz mondjuk a Viki, meg a család, fölküldjük a tetőre a kaszát. Igen, na oda ne menjen. Tépünk neki vattapavacsokat, és csak hinti. Hát olcsóbb, mint a hóágyú. De miért és, a kaszát? Hát miért ne? Hát mert ő volt már Mikulás a Balázséknál. Az igaz, egy óráig nem jöttem rá, hogy ő van. Egy hatalmas nagy ilyen zacskó vattapamacsa, és szórja, és amikor kinéz a család, nézd Viki, hogy havazik. Hát ez miért kell a kasza? Hát átjössz, ezt te is beszorod nekem. Én? Hát nem tudom, ráérek-e 24-én havat szórni, de hát én ha megkértek, ha átjönnétek hozzám egyszer 24-én. Ja, sose hívsz meg. Mondom, hogy gyertek egyszer át. És az ajándék a Vikinek? Mi nem? Lerészegedünk és segrepatizunk. Ja, az jó. Ja. Egyébként tényleg nem voltunk még. Mi van, megfogom a gyereket és átkötöm egy masnival. Az újat vagy a régit? Az nem rossz. Benége, menj anyádhoz a masnival. Mondom, hogy bontson ki. Nem, az újat. Úgyis szüliácsony lesz neki is. Szüliács? Hát az a, ő már beleesett a szüliácsony ajándékkörbe, tudod, a születésnap és a karácsony egyben a szüliácsony. De akkor talítsd meg neki azt is, hogy talám. Tehát hogy akkor kinyitja, igen? Tadám! És akkor ki? Igen. Vajola, ezt az egy szót megtettem. Két hetesen ezt már elmondja. Na mindegy, majd valamit kitalálunk. Jól van. Oké, köszönjük az SMS-eket, ki hova dugja az ajándékot témakörben. Tartunk egy pici szünetet, jó, némi reklám, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan egy perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M5-ös kivezetőjénél a 16-os kavics után gumi és alkatrész darabok az úton. Óvatosan menjen mindenki szeminek, köszönjük szépen. M7-es, M0-ás összekötő végén Szeged felé van egy trafi, ezt Gábor küldte, és a 8-as főúton Várpalota előtt a Molkútnál most emeli ki a kisbuszt az árokból, ezt Könyves Nándi küldte el nekünk SMS-ben. Nándi, köszönjük szépen. Mi mutatjuk, hogy miről is beszélgetünk ma reggel, ugye csütörtök van, ez azt jelenti, hogy vendégünk volt, ami drága Gáborunk, Mr. Puliszka, és a fagyasztott húsokról mondott érdekes dolgokat. Ezen dolgok egy részéről mi már beszélgettünk vele, de ezt szerintem többször jó hangsúlyozni, valamint vannak olyan háziasszonyok, akik talán az előző ilyen beszélgetést nem hallották, arról beszélgettünk, hogy amikor az ember megveszi ezeket a fagyasztott gyorsúsokat, amit csak bedobsz ugye az olajba, forró olajba, berakod a mélyhűtőbe, és a gyerek valójában megeszi, és az van rajta egy 100% pulyka hús, azon érdemes még egyet fordítani, mert a hátoldalán azért találsz ravasz dolgokat, és ugye ezek húspépek, és nem mindig ugye szintiszta hús. Érdekes dolgokat mondott Gábor erről. Igen, inkább mondjuk azt, hogy fagyasztott késztermék. Fagyasztott késztermék, ugye, így van. Csak így van. Fagyasztott hús. Ebből is nyilván van jobb minőségű, egészen jobb minőségű, rosszabb minőségű, tehát nem általánosítunk, vannak kivételek, hál' Isten, sőt egyre jobb, egyre több jó termék van a piacon, minden esetre érdemes megnézni, és a hátoldalán elolvasni ezeknek a termékeknek, hogy mit teszik valójában az ember, vagy mit ad a gyereknek. Erről beszélgetünk, valamint az egri áldokinőről is. Hát az egy egészen fantasztikus történet. Próbáltuk megfejteni, hogy hogy gyógyított, mit csinált, és találtunk valakit, aki őt ismerte. Ismerte, igen. Ő akkor asszisztens tanoncként dolgozott abban a kórházban, ahol a doktornő praktizált, és mondott egy-két ilyen élményt vele kapcsolatban. Nagyon érdekes volt az, hogy emberileg nem tudtak róla azok, akik ismerték, semmi rosszat mondani. Tehát, hogy
hogy szimpatikus, kedves embernek. Igen. Minden esetre egy házi orvos, aki ügyeletet vállal, papír nélkül, diploma nélkül, oké, hogy volt egészségügyi végzettsége, de mégis nem orvosi végzettsége volt, azért érdekes, hogy az ember ezt egyáltalán hogy ismeri föl, és mit tudsz ilyenkor csinálni. Erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Nos, nem elfelejteni a fotópályázatot. Ugye, ha valaki szeretne örömteli pillanatokat magának, az is menjen föl a morningshow.hu-ra, és nézzen meg, hogy milyen fotókat töltöttek már föl a hallgatóink. Aki pedig szeretné a fődíjat, az 50 ezeret megnyerni, vagy morningshow ajándékcsomagot, töltsön föl egy képet a kedvencéről, kedvenceiről, kutyáról, macskáról, gyerekről, nagymamáról. Így készültök ki, aki az ugye idézőjelben van, így készültök ti. Ez a fotópályázatunk címe, morningshow.hu. Felmentek, automatikusan ott ráklikkeltek, erre föltöltitek a fotót. Januárban zsűrizünk, és január végén, február elején lesz majd az eredmény hirdetés. Aki a legtöbb lájkot kapja, az kapja meg az 50 ezer forintot. Na, még el akartam mondani ezzel kapcsolatban, de mindent elmondtál. Igen? Aha. Felmentek a morningshow.hu-ra, jobbra fönt találjátok meg azt a kis ikont, így készültök ki ti fotóversenyre. Rákattintatok, és onnan kezdve minden egyértelmű. Nézegessétek, használjátok. Csabikám, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Izzadtam, baltával a kézben, nekiesel a fenyőfának. Igen. És végén lesz belőle egy fogpiszkáló. Tehát nagy, ilyen fotókat vártok, gondolom. Igen, 24-én a faparagás, készülődés, csomagolás, anya ideges, gyerek, nem tudom, lisztes, apa faragja a fát, a ponty kiugrik a kádból, tud, minden fotó jól jön nekünk. Helyes kis pályamunkák lesznek szerintünk. Hívhatjuk a naphallgatóját. Értettem. Ugye, ha mondja, hogy morning show, akkor megkapja a kis ajándékcsomagot. Morning show. Oh, ez bizony. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt. Szia, számítottál ránk? Igen, de nem nagyon tudok beszélni, mert a családom szerintem hallgatja a rádiót, és jól ismerik a hangomat. Hűha. Hát akkor nem mondj semmit. Nem mondok semmit. Jó. Miért, anyukád is hallgat? Sokot. Ajajajajajaj. Hát akkor nem mondd el a nevedet. Nem, Isten őriz. Mondj, változtasd el gyorsan a hangot. Isten mondj egy álnevet akkor. Jolánka. És elváltoztatta a hangját. Nagyon jó. Jó, azért beolvashatom, hogy mit írtál, vagy tegyük le, és aztán olvassam be. Nyugodtan. Ne, olvasd be egy másik SMS-t. Ugye arról beszélgettünk 9 után, hogy ki hova rejti a karácsonyi ajándékot, te azt írtad nekünk, Jolánka, hogy én akkor hagytam fel a gyermekkoromban a kutakodással, amikor megtaláltam az anyámról készült polaroid képeket, ami nagy felbontásban szembesültem azzal, ami a bugyi alatt van. Megértem, hogy rejtőzködsz. Apu, megértem. Játékosan. Ez sok-sok évvel ezelőtt volt, ugye? Ez igaz? Igen. Ez igaz történet, ugye? 10 éves korom körül. Uh-huh. És anyukád szerinted ő maga csinálta a képeket, hogy maga alá fotózott, vagy apa bemászott alá, és alulról megcsinálta anyuról a képeket? Biztos akarja tudni, Jolánka. Esetleg profi fotós készítette a képeket. Ahogy anyád angol spárgába mesztelenül pucsít a polaroid gépnek. Rájött, hogy ki csinálta a képeket? Persze, egyértelmű. Uh-huh. Egyértelmű. Aha. Én nem hiszem el, csak ha beküldöd a képek. Küldj legalább kettőt. A Morning Show kukac klasszfm.hu-ra. Jól van, Jolánka, te vagy a naphallgatója. Jó, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszi. Köszönöm. Hello. Figyelj, csak annyit árulja, hogy mama még most is csinál magáról ilyen képeket, vagy már föladta? Nem magáról csinálta. Aja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 j
polaroid, de szépen fölfelé lőd kettőt. Azt tudtad, túl vizuális vagyok. De Jolánka, azt tudtad, hogy van most éppen egy aktuális fotóversenyünk? A Morning Show. 50 000 kest lehet nyerni. Égi képeket is fel lehet tenni. Igen. Figyelj, és amikor ültök ott a családi ebédnél vasárnap, és így ránézel anyádra, ez még eszedbe jut? Most már eszembe fogok. Vaj, hétvégén, ha mész át hozzá. Jól van. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Megérdemled ezek után. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Szia, Jolán. Hello, hello. Csabikám, remek zenék? Egyrészt, másrészt folytatódik ugye a játék, a Klassz Karácsony, továbbra is a csengettyűvel megjelölt dalt kellene megtalálni, és a Tégdetet hozom, akik most már csak három tagúak, képzeljétek el, mert a Jason Orange is kivált, ugye Robbie Williams már korábban, úgyhogy hárman maradtak, de folytatják. És most a hetedik lemezüket készítették el, de mivel hárman vannak, Római Hármas lett a címe, jól megkavarják a embereket.
ki a név, mert akkor tudjuk, hogy ki marad utoljára. Hát figyelj, Geri Bárló az szerintem örökös tag. Sziasztok, és a színpadon a Tégded, vagyis Geri Bárló. Milyen jó énekes a Geri Bárló gyerek. Igen. Jó énekes. És a Markovan is ott van, akiről még mindig nem tudunk sokat, az a Howard, aki nem sokat énekel, jó, de táncol. Jó táncol, igen. Uh-huh. Hát jó, de olyan, mint a Shy Guys-ban Brandon, tehát, vagy melyik a Jay-Z, hogy 40 volt, 20-nak mondták, azt ott volt. Na, nem, tehát ő a Howard. Lényeg az, hogy van most egy új daluk, az a cím, hogy These Days. Ő az OJ Duck. Jó. Csabi, jön a kívánság műsorról 555-55-00 a telefonszám, ha valaki szeretne tőle dalt kérni. Így van. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Csabi! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.